くまた戻れそうになってなった。Jeeeej, visszatértem. Még mindig én vagyok. Azt hiszem. Nem tudom. Lehet, hogy kevés képpel készültem, az elképzelhető amúgy. Sőt, szerintem biztosabb úgy, bár amúgy nem feltenni rajzések, de... Még elég... Elég... nem tudom... nőcentrikusra sikerült amúgy igazából, hogy gyakorlatilag van kettő pasis kép, meg van ugye ez a horimies kép. Szóval nem tudom, majd max igazából, nem tudom, max, I don't know, mit tudom, keresek valamit, ezt nem tudom, amit csinálok, bár nem tudom annyira, nem feltétlenül sok pasis képen van az idő, mert értedek, miért lenne, tehát így, what is this, miért kell nekem pasis képek, jó, ha jobban belegondoltak, ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Na most igazából kitöltök jobb bőrszínt szerintem. Mi a múlva szerintem teljes mértékben tökéletes lesz a feladat, bár szerintem hát igaz sárgás lenne az izém miatt. Úgyhogy, ja, nem jó egy chat. Először is, igen, kösz. Jó, na. Szóval, ja, úgyhogy igazából nem tudom, meglátjuk. Ó, viszont itt nem kell nagyon, nem tudom, itt eléggé sok fekete meg. Vagy manga, nem tudom mit vártam, hogy minden fekete-fehér lesz amúgy, de biztos, képzelem amúgy. Igen, ott majd tudok már majd színezni a haján majd. I guess, meg itt kéne akkor vagy húzni egy ívet, így valahogy nagyjából. Elvileg. Akkor aradír azért nem kell. Szerintem jó lesz, jó lesz ez így szerintem. Ami bőrszín ez kinda egész tűrhető szerintem, ahogy kiderül. És rég volt már, amikor ezért csináltam. Utána emlékszem, utoljára szerintem, amikor mangát csináltam, szerintem az még azért volt, szerintem a... Elfelejtem a címét. Ó, hogy hívják ezt a kis csajt? Á, nem teszem be a neve. Nem teszem be a neve, hogy hívják? Nagyon jó, nem emlékszek rá, hogy hívják. Amúgy őszintén szóval engem kérdeztek, hogy fogalmam sincs. Nem teszem be. Valami szempályos, de nem tudom milyen szempályos. Fogalmam sincs, nem teszem a címe. Hát valami is láttam, ugyebár szóval, vagy nehéz mondjuk így megegyezni a címet, de ja, valami szempályos volt, azt nem emlékszem, hogy mit csináltam. Na mindegy, szóval ja, úgyhogy igazából az utcsó szint utoljára csináltam, de amúgy ez is tök jó lett, szóval, ja. Amúgy tök jók ezek attól függetlenül, szóval nagyon-nagyon jók szerintem. Akkor ilyenről van szó. Ugye visszatérve ugye ezért, amikor ugye, mondtam ugye, hogy csinálnak, akkor mondom animének ugye mangás izét.
megnéztem ugye a mangát, és hát ugye az vagy régi, és ugye ezért nem annyira feltétlenül nagyon jó a manga rajz stílus, meg hasonló, meg a képminőség, úgyhogy így, ja, az egy kicsit szent. Viszont ugye szerencsére a Horimiya az meg legalább nagyobb, vagy kind of új anime, és idézőjel sem, hogy telik az idő, az ugye egyre öregebb és öregebb lesz, attól függetlenül viszont értetek a koncepciómat, hogy amúgy attól függetlenül még elég új, azt vesszük. Legalábbis amit én akartam volna, mihez képest, szerintem azért bőven újnak számít. Amúgy elnézem, szerintem ott már... Hát, hogy belemegyek ott, aha, hát ez kicsit szívás mondjuk, na mindegy. Hát kéne lehet színezni akkor a haját, bár nem fog látszódni, amúgy így se úgy, hát igen, ez volt meg látszódik a izén. Ez abban igen, hogy látszódni fog, de viszont ugye maga a hajszín nem fog látszódni. Ott fog látszódni fenn, de mondjuk nem fog látszódni, szóval. Ként vagyok körbe menni rajta, really? Elég szegy mondjuk. Ja, ez nem, hát mindig kirakhatom, de szerintem... Már ugye múltkor is már ezzel megjártam, ugye, hogy igazából nem az, hogy megjártam, mindig megjártam általában, hogy Photoshop-olok, akkor általában minden angol betalálom, úgy nem tudom, hogy így ez így hogy, de oké. Okay. Szóval, majd már múltkor kifejtettem ezt, hogy abúgy nem feltétlenül az angolokkal van problémám, tehát így, sőt, igazából nem is az angolokkal van bajom ezen téren amúgy. Mert engem alapvetően nem zavar, hogy ki van itt, meg ki... tudom. Ja, ilyen dolgok, csak nem sok mindent tudok vele kezdeni, ha itt van esetleg, így meg, az meg eléggé szedzs, mert attól engem meg az... Hogy mondjam, engem az zavar ebben az egészben, hogy ilyenkor ugye nem tudok mit kezdeni, mert hogy ez a baj, hogy ugye szeretnék, meg minden, csak ugye nem tudok, és ez nagyon frusztrál gyakorlatilag engem, ha úgy van. Ugye ebből a szempont nem annyira örülök ilyenkor általában, hogyha vannak. Mert akkor értetek, ha nincs, akkor nincsen ilyen probléma gyakorlatilag, de ha meg vannak, akkor meg ez előjön, az meg nem túl jó. Mondjuk szerintem hogy pont takarta volna izét, hogyha ugye megcsináltam volna. A beleszínezek, mert ugye feketével fog átszínezni a haját, szóval végül is de biztos, hogy sok minden fog látszódni, de mindegy, ez már így marad igazából. Vagy nem tudom, legalábbis nem hiszem, hogy nagyon nagy baj lenne belőle, hogyha ez, ha meg ezt csinál. Azonban nem tudom konkrétan nagyjából úgy megcsinálni, hogy igazából van-e, nem fog megtalálni szerintem a izét, mert oké, okay, tudom, az a baj, tudom, hogy ez most még page, vagy chapter, értitek, de hogy nem tudom, ez animében ez hol van még rész az, úgyhogy így nézhetném csak, hogy rengeteg van, és nem tudom, szerintem valószínűleg tartom, hogy szerintem még a simában van amúgy, nem a izé, a piece-be, de akkor is amúgy. Azért így, what is this? Meg én nem is emlékszek rá amúgy alapvetően, még lehet, mert rég láttam, de elképzelhető mondjuk, mert azért a Peace nem olyan rég fejeztem be, ahhoz veszük, de azért nem, azt elég rég láttam a, ugye azért, magát a rendes animét, szóval, ja. Jó, elvileg szerintem jó lesz amúgy, és jónak tűnik ránézésre. Egy kicsit nem forró bőrszín, de nem tudom, hogy ilyen, olyan, mint a, ilyen kicsit sötét lenne, de nem tudom, majd csak tényleg azért majd a színek kiadják majd. Vagy max majd még mókolunk rajta, hogyha úgy van, csak amúgy nekem így jelenleg elég érdekesen néz ki. Úgyhogy, ja, úgyhogy meglátjuk, nem tudom. Mert ugye akkor tudtam volna egy kis referencia képpel készülni, és akkor legalább, ja, értetek, referencia alapján dolgozni. Így meg viszont nem annyira feltétlenül tudok referenciáról dolgozni. Na mindegy, jó, szóval, ja. De hát, ja, mégis így is nem meg tudjuk oldani. Igen, egy kicsit olyan fura, mert ilyen, hogy mondjam, picit ilyen, nem az, hogy fakó, hanem ilyen fura, ilyen sötét, ilyen, nem tudom, ilyen érdekes színe van. És hogy korinak a láb, tényleg amúgy, jó, szerencsé, ugyanúgy néz ki, azt hittem, hogy kicsit világosabb lesz a fehér miatt, de nem. Szóval, nem tudom, hogy mondjam, ilyen,
karamellese, vagy nem tudom, hogy tudok ezt mondani amúgy. Érjétek, hogy mit tudom, ilyen picit ilyen teljes kávészíne van amúgy, tehát nem tudom. Nem tudom szépen megfogalmazni amúgy. Be kell valami nektek őszintén, szobafestőként nem tudom, ez az most ez most hogy kéne ezt mondani, értetek, szóval. De van ilyen tényleg ilyen teljes kávés jellegű színe van, tehát nem az, az ilyen bőrszín, hanem ilyen, nem tudom. És nem tudom, hogy az fakóbbnak számít-e, vagy sötétebbnek, ez egy nagyon jó kérdés. Na mindegy, jó, szóval értitek, az a lényeg, hogy ilyen kávészíne van. Az meg nem túl jó összességét tekintve. De megoldjuk szerintem, hogyha úgy van, hogyha nagyon úgymond probléma lesz, meg tudjuk oldani végül is. Szóval itt oké. Okay. Mindenképpen, amúgy szeretnék nagyon egyezőt csinálni, hogy valami tényleg nagyon jó legyen, úgyhogy mindenféleképpen azon leszünk, hogy ez jó sikerüljön. De mondom, ez nem úgy ilyen nagyon érdekes. Mindjárt megoldjuk majd, megoldjuk. It's okay. Megoldjuk, hogy jó legyen meg minden, mert ja, hát ha meg tudom csinálni valami nagyon jóra, meg tök menő lenne. Ha legalább tudjátok ilyen, legalább mit tudom, 70%-ba hasonlítani, legalább tudjátok. Ugye úgy is kiradírozom, és akkor így egyszerű legalább nem kell külön izélni, nem követnem a vonalakat. Jó. Ja, nem. Ja, itt jó lesz szerintem. De most akkor fura ez a szín, amúgy nekem még mindig amúgy. Nem tudom, érdekes. Jaj, meg, oh, gee. Mert van muszáj, hogy megcsinálnom, mindegy. Talán nem ez baj, végül is.
És azt mondod, ez a füle vagy a haja? Ez egy nagyon jó kérdés, úgy szerintem... Én bízok benne, hogy a füle, bár kétlem, amúgy, de mindegy, azért... Hát ha... Bízok az ösztöneimben, bár látnám kéne. Bízom benne, hogy ez a füle. Igen, itt meg egy picit itt nagy anomáliák vannak. Mi ez a homloka? Homlok? Mi? Érdekes, oké, okay, ez a homlok amúgy. Tehát jó, akkor viszont nincs ez, ki kéne itt innen így. Jó. Aha. Ez igazából így jöhet. Meg itt. Jó. Oh Jesus. Jó. Ez is amúgy tök zavaró, hogy gyakorlatilag amikor Photoshopolok, akkor sem gyakorlatilag csak női karaktereket csinálok. én nekem nincsenek ilyen, nem tudom, nincs bajom alapvetően a saját nememmel, majd értetek, hogy mi? What? Na mindegy, tehát hogy nem tudom. Kicsit lehet túlzottan is a nőket preferálom, nem tudom. Lehet ennek kéne inkább örülnöm, hogy inkább nőket preferálom, nem tudom. Ez a tény, meg ez a párbeszéd kezd egyre inkább furának tűnni amúgy. Na mindegy. Igen, olyan nagyon, nem tudom. Ilyen elég érdekes ez a szín, így jó, ez kezdik valami mindjárt, ez what is this amúgy. Nem ezt akartam amúgy, meg ez nem sokat, hát ez nem segít amúgy semmit. Hát ez sárgák gyakorlatilag. Na mindegy, igen, szóval. Itt van ugye az, hogy nekem 10, mínusz 10. Ne, 10, azért mondom, 10 kell. Nem 10 kell. Akkor nem 10 kell. Akkor álltok már, hogy what? Öt? Mi volt? Vagy mi volt? Ja, de ez már plusz, oké, okay, 5. Hát most én, hogy ebből hogy fogok csinálni értelmes bőszint, ne kérdezzétek, fogalmam sincs. Nem lehetettek jobbak amúgy őszintén, szóval nem azért 20 forintért. Yikes! Na jó, ez nem tudom, hogy nem akartam. Nem. Automatikus színárnyalat? Hogy lehet az automatikus színárnyalatból a... Mi volt? Oké, okay. Egy kire kell nézést. De fogalmas, hogy mi történt, oké. Okay. Automatikus. Jó, igaz, nem tudom. Melyik rész az automatikus amúgy? Ez nem, lehet, hogy tényleg mínusz 5 kell, sőt, már most a mínusz 10 igazad, de mindegy, mert amúgy... Jó, ez egyre morbidabb és morbidabb. Most amúgy áradottam el most igazából amúgy, most előbb kellett volna mínusz 5-re, és akkor most már talán jó lenne, most megint nem lesz, most megint lejjebb kéne vennem mínusz 5-re, szerintem. Nem? Elvileg szerintem. De most már nem tudom mi van, most már kicsit összezavarodtam. Kicsit confused vagyok most. Igen. Igen, ez a világosabb lesz, nem ez kéne nekem, hanem mondjuk... Igen. Ezzel a színét veszem el. Akkor viszont nem, akkor viszont ebből veszünk egy 20-at, ebből meg teszünk rá. Nem lehet egyikkel se jobban. Jó! Vannak bajok! Nagyon nagy bajok, mit csinálok most amúgy? Oh Jesus, ez egyre rosszabb és rosszabb. Aj, nem mondd, hogy át kell színeznem az egészet megint amúgy. Apám.
fogjuk rá, talán igazán nem lett jobb amúgy, szerintem, de mindegy. Engedjük el! Haj! Haj! Jó. A hashbit nem fekete, hanem barnás, értetek, de mindegy, alapvetően gyakorlatilag úgy sötét színű, szóval mindegy, nem számít. Szóval, ja, amúgy, igen, látszódik, szóval, hát mindegy, ez van, úgyhogy kénytelen leszek átszínezni, sőt, az, ó, még ez is látszik, yikes. Na mindegy, kénytelen akkor átszínezni az egészet gyakorlatilag. Nem lesz rossz végül is. Hát csak ilyen, hogy biztos már, hogy nem, tehát olyan fekete amúgy, ez ilyen, tehát ilyen világosabb, és amúgy ezzel még látszanak, hogyha van rá, úgymond színezzel még, szóval ilyen, nem fed annyira. Úgyhogy egy kicsit úgyhogy muszáj ők játszni az ugye ezeket a tincseket, amik még sötétek, mert ugye az abban látszani fog, hogy be van színezve, sajnos. De hát ez van. Az legyen a legkevesebb igazából, inkább legyen akkor így, mint hogy olyan furán nézzen ki, vagy nem tudom, értek. Még nincs olyan sok haja végül is, szóval mondjuk jó. Milyen uránok például mondjuk Horinak azért Harinak azért eléggé sok haja van, tehát hogy így, áh, na mindegy. It's okay.
Annyiból jobbak ezek úgymond a mangás képek, hogy ezeket amúgy gyakorlatilag egyszerűbb amúgy keresni meg találni, mint mondjuk képeket amúgy ezek a karakterekről készült Grayscale-es képeket. Mert ezek gyakorlatilag egy manga az gyárilag ilyen, meg az van, tehát az létező dolog amúgy. Jó, annyi, mondom, hogy ez a ilyen újabbakra inkább igazak, hogy azért ott lehet mit kezdeni, mert a régieknél nem feltétlenül annyira ilyen... Régieknél is amúgy attól függetlenül működne, csak a régek képeknél meg nem annyira jók úgymond a vonalvezetések, vagy nem tudom, a dizájnok pöle, tehát hogy így, ja. Azt inkább úgy mondom, hogy ott gyakorlatilag inkább az animében jobban néznek ki úgymond a dolgok, meg a karakterek, mint maga a mangába például, értek én arra mondom. Úgyhogy, ja, ez éppen kicsit a fő probléma ezzel kapcsolatosan, de, ja. De szerintem simán tudnék találni hogy tök jó képeket, mert amúgy rengeteg olyan anime van, amit ugye, mit tudom én, nem, mit tudom, pár éve jött ki, meg hasonló, és tökre szeretek, meg hasonló, úgyhogy majd ha úgy van, akkor lehet majd nézegetek, vagy nem tudom, vagy szépen csak keresek tök jó olyan izéket, és akkor megcsinálom azokat, mert most mégis nekem mindegy amúgy. Én szeretem, igazán nem feltem maga a... Jó, tök jó, hogy olyan karakter csak, olyan képet csak, amit tetszik a karakter, például, vagy szeretem, vagy akármi, de hogy összességében amúgy, nekem az is elég, hogyha csak csinálok valami hasonló ilyen, bármilyen képet, szóval igazából nem feltétlenül muszáj olyan animének lennie például, amit én mondjuk nagyon preferok. Amúgy az most ott a sál, vagy ez most mi amúgy? Mert egy kicsit ilyen kezd fura lenni, mert szerintem ott még a... Mert itt szerintem ott még a haja. Mert ugye itt jön, meg itt, de hogy itt... Na mindegy. Jó, szóval mondjuk annyi, hogy szerintem az a haja. Én elkönyvelem a hajának szerintem. Engem kérdeztek. Itt meg ez... Hát itt meg igazából nem tudom, idáig tartson a haja, gondolom. Ja, ez megvan. Na. Én gondolom, ilyesminek kéne lenni. Azt hogy a fehéren ez... Ó, hát tökéletes, hagyjad meg. Fehéren pont jó. Ja, pontos ilyen barnának kell lennie, úgy pontosan.
És szomorú vagyok amúgy az miatt, az állatcsinó benne miatt, mert elvileg amúgy, ha minden igaz, akkor talán nem májusban, hanem... jön? Áprilisban, igen. Ami, hát nem tudom, elég szegy lenne mondjuk őszintén szóval, legalábbis nekem. Mert nem... És ez az, örülök neki, mert nagyon borzasztóan szeretnék pullolni, tehát az, azért teszem, hogy azért örülnék neki amúgy, ha hamarabb jönne, viszont ugye úgy terveztem, hogy akkor, ha, ja, hogyha szedésnapra jön, akkor tök nyilván fogom, hogy mondani a szedésnapi jellegű pull streamet, de ja. Mondjuk annyi maximum, legalább így ugye, hogyha hamarabb meg lesz, akkor úgy mondtam már időm, hogy addigra, mire tényleg lesz, akkor legalább majd a szedésnapra, hogyha lesz, hogy akkor meg tudom, ki tudom dipúzni legalább teljesen mindenét, szóval. Tudom, addig legalább farmolni a weekly bossát majd, szóval ja, talán annyiból lesz jó esetleg, de mondom, hogy egy kicsit szedzs így. Még így is mondom, nem, tehát hogy a weekly boss miatt eléggé meg vagyok lőve, de ja. Valószínűleg, hogyha ugye jön, kb. Akkor az elvég ugye szerda esik, az is gondolom, vagy kedden, nem tudom meg pontosan. Vagy akkor szerintem úgy is fogunk, valószínűleg addig nem tudom, kipróbálj meg milyen, meg hasonló, és akkor majd úgy is megcsinálom a sztoriát még előtte. Vagy nem tudom, és akkor utána úgyis majd lesz ilyen külön, csak ilyen állacsinós stream valószínűleg. Úgy akarnék neki egy ilyen 12 órás, hogyha úgy van, szóval meglátjuk, hogy hogy lesz, mint lesz, de ugye mondom, ez csak ezért függ, hogy hogy fognak jönni a bennőrök meg ilyenek, de ja. Mindenféleképpen kíváncsi ezek, hogy utána kire fogok pullolni alapvetően, szóval, mert ugye, ja, még mindig tudom, hogy jelen attól függetlenül kellene, meg egy Raiden C6 is jó lenne. Úgyhogy kíváncsi ezek mindenféleképpen, hogy fog működni az egész majd. Meg ugye jön elvileg valami új pull szisztematika, úgyhogy, vagy banner, úgyhogy azt mindenféleképpen nagyon kíváncsi vagyok. 4.5-ből, hogy hogy lesz, mint lesz. A bannerok annyira nem feltétlenül vonz. Kinda annyira nem feltétlenül baj, amik vannak, mert nem rossz végül is összességében nekem szerintem. Amik lesznek majd karakterek 4.6-on meg bannerek, hogy amikor pullon is fogok már legalább. Viszont ott maximum szerintem csak a weapon banner, amit talán esetleg érdekesebb lehet, bár ott is igazából nem tudom. Mert ugye ott, ha elvileg minden igaz, akkor Chi-Chi Catching lesz standard karakter. Lesz egy Child, Shenhe, Ganyu meg Hutao. Most igazából ott a Homa az nem rossz mondjuk, mint weapon. A Child Weapon, hogyha úgy van, akkor végül is nem egy kritérítes íjó, ami nem rossz végül is. Nagyjából igazából ennyi, ugye én moszom van. Most igazából ott, ha azt veszük még alapul, hogy ugye kaphatok ugye olyat, meg ugye más weapon, ott igazából ott már benn van végre a Daiha Weapon, aminek tök örülök, szóval az meg lenne, akkor még ha el is buknám ugye maga azt a weapon, amit kiválasztok, az tök jó lenne. Wolf Greystone se lenne rossz esetleg, hogy hogyan, szóval az is, hogy hogyan, akkor a, ugye a Daiha Weapon helyett, bár mondjuk Daiha Weapon lenne a legjobb. Ugye, mit tenni, Jade Spear is mondjuk nem lenne rossz, ha azt vesszük alapul. És nagyjából ennyi szerintem, ami esetleg a standardből jöhetne, és mondjuk jó weapon, szóval nagyjából ezek. Úgyhogy végül is amúgy nem lenne annyira feltétlenül rossz a pullolnék mondjuk a weaponökön. Karakterekre mondjuk annyira nem feltétlenül érni meg, mert most Hutaon van, Ganyum van, Shen esetleg jó lenne, de meh. Child megint lehet talán jó lenne, de most megint meh. Catching ugye most konstant, de inkább akkor őket inkább akkor nekünk inkább valami olyan limitált karakter, Chichi megint nem. Szóval I don't know, igazából lehet, hogy majd esetleg, hogyha lesz olyan banner, de amúgy nem ugye ami értetek egy picit olyan úgymond jobban balanszoltabb karakterek szempontjából. Mondjuk ha lesz az egyiken jelen, amúgy fixen pullolok. A 110%-om, hogyha lesz jelenos, fixen pullolok. Az nincs az is, hogy jelenos kihagyjak amúgy. Tehát ott, még lehet, hogy a weaponben is pullolok, ki tudja. Ott még a weaponben is tökre megérné nekem. Egy Aquilla, tehát azért az... Ja. Ja, úgyhogy igazából nem tudom, hogy lesznek a elosztások, mert most ugye most azt hiszem Kili, Albedo, meg Yula lesz, akik limitáltak. Hát most igazából ott se vett rossz amúgy a Yula. De ja, az Albedo meg a Klit meg nem szeretném, úgyhogy igazából az nem annyira megérős nekem ebből a szempontból.
Szóval mindenféleképpen olyan benne rakja, hogy a pullon, meg olyan izéket weaponökre, amik megérősek utána, meg ilyenek, szóval, ja. Mondjuk nem, a weapon... Várjátok, a weapon banner az nem cserélődik szerintem, csak a maga karakterek cserélődnek rajta, mert én a weaponöket azt... Most ott mi cserélődik? Értek, hogy én nem láttam, amikor volt a stream, hogy azon lett volna Albedo weapon, vagy Klee weapon, vagy akár, értek, szóval, hogy... Az egyetlen tényleg plusz dolog, ami volt ott gyakorlatilag, az a Deja meg a Tinari weapon, ami ugye nem úgymond limitált volt, vagy most már ugye standardben van, de nincs benne a standard bannerön, de minden más weapon a standard weapon volt, szóval én nem láttam, hogy lett volna külön ott limitált weapon. Tudtam már, szóval nem tudom, hogy kicsit érdekesek tűnik így ebből a szempontból, mondjuk akkor meg annyira nem venni megérős pullolni a weaponökkel. Most értetek gyakorlatilag, hogy ott csak weapon lett azt hiszem kapni, és weapon ennyire, mint a weapon banner pullolni, most ennyire akkor a weapon banner megérősebb limitált weapon per esély arra, hogy kapsz, mert itt elvileg több az esély, hogy megkapod azt, ami kell. De értitek, szóval nem tudom, hogy fura egy picit nekem. Úgyhogy nem tudom. Nem tudom most a 4 pontot, az hogy most az végig jövő hét után elvileg azt hiszem, ha minden igaz. Szóval az még egy hét gyakorlatilag. Hát az meg elég szedzs. Még akkor az még, arra még várni kell, hogy meg tudjuk, hogy hogy mint vannak a dolgok. Nagyon kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen lesz, mert tökre érdekelne, mert ha jó lesz meg minden, akkor hát az, ja. Főleg, hogy most, sőt, wait a second. Csotta matte. Figyeljetek, amúgy abból is, abban szempontból is tök jó, hogy ugye gyakorlatilag ez olyan banner lesz, hogy úgy, ez lesz gyakorlatilag a tripla banner, szóval mi azt jelenti, hogy itt lesz 6 karakter, valószínűleg lesz benne standard, és mindig nem tudom, hogy még azért furcsa, mert ugye elvileg akkor érzi, hogy a child lesz, akkor ott 2 standard, 4 limitált, szóval nem tudom azt, hogy fogok megoldani, de mindegy. Vagy lehet, hogy randomizálva lesz, nem tudom, hogy lehet, mit lehet 5 vagy 6 limitált, meg mit tenni pár szem, vagy a standardek most gyakorlatilag kimegy majdnem az összes, mert ugye ott Diluc, Jean, nem tudom azt mondani, hogy most kiszámoljuk, ugye van, hány standard karakter van, elfelejtettem. Geon kívül, az látok, az 6 elem. Ja, gyakorlatilag 7 karakter, mert a Pyro-ból van 2. Szóval, ja, 6 karakter... Mi van? Mi? What? Mi? Mi? Az amúgy a sárja. De mindegy. Miről beszélek amúgy? Hát, majd wait a second. Miről beszélek amúgy? Szóljatok már rám. Mi van? Ja, szóval igen, 7 karakter van. És ugye 7 karakter most 3 ugye kimegy már ugye alapból, amikor jön a 4.5, és utána meg 2 kimegy, szóval hogy most vagy azt fogják így cserélgetni, vagy akkor tényleg limitált karakterek. Bár mondjuk mondom, limitált karakterek, akkor meg ott elég nagy potenciálok vannak karakterek ügyileg, tehát hogy ott meg, ja. Meg hát mondom, akkor ugye gyakorlatilag lesz 2 fix, mint például most a Kazuha meg a Nivu lett, és utána meg lesz 3-tól 6-ig, ami meg random. Úgyhogy... Ja, bár ott is ja, az a baj, ott is a elosztások. Hogyha olyan elosztás van, akkor megéri pullolni, mert mondom én ezen a... gyakorlatilag csak a Yulak kellene onnan, meg max a Child, az a... Én nem vedem szívesen pullolnék, őszintén szólva. Mert hogy... Nem, hogy mondjam. Jó, a Hutao C1 jó amúgy. A Ganyúnak a C1-je szerintem az nem feltétlenül fontos nekem, mert azt szerintem csak az E-jét duplázza meg. Vagy növeli meg egyen, az nem annyira kell. De hogy érdekes, a Shenhan se rossz, amúgy, mint support a Ganyu mellé, de most... Nem tudom. Akkor inkább, értetek, másra pullolnék, vagy másra gyűjtenék. Úgyis majd lesz szavazás, hogy mi lesz, szóval majd úgyis nem én fogok dönteni erről valószínűleg, de mindegy. De... Ja. Úgyhogy mindenféleképpen. Hát kíváncsi leszek, mert hogyha tényleg jó lesz, meg ha működni fog. Meg úgyis olyan leszek biztos, mondjuk az a baj, hogy pullolni kell rajta, akkor szerintem... limitált visből lehet majd pullolni szerintem rá, nem standardből, mert két ami standard viseket kell, mondjuk mégis teljesen tudom, hogy mindegy lenne, úgy már... Ja... Ugyanúgy nem fix, a standardek is ugyanúgy fizetsz igazából, hogyha azt nézzük, ha olyan van, értek, hogy tudsz venni vist. Szóval, ja, nem tudom.
Szóval nem tudom, valószínűleg limitált lesz, hogy a limitált karakterek véget, de... Hát gyakorlatilag amúgy konkrétan olyan kb, nem tudom, mint egy talán jobb standard banner. Kind, több eséllyel maximum, de nem tudom, igazából azért nem feltétlenül érni meg szerintem ugyanúgy limitált fejteket használni rá. Meg gyakorlatilag akkor ennyire, mint kifarmolsz, az gyakorlatilag kétszer kell pullon, úgymond, aki kell karakter mondjuk a limitáltból, meg aki kell az új bannerből, tehát egy, mindegy. Nem tudom ezt így őszintén szóval hova tenni gyakorlatilag, hogy ez most így hogy van elképzelve, de érdekes mindenféleképpen. Very pretty hölgyeményünk. Szóval ja, úgyhogy nem tudom, ez is egy kicsit érdekesen hangzik. Ja, mindenféleképpen majd kiderül, meg úgyis majd fogok ismerősen beszélgetni erről, mert... Még mondom, ezt így most nem feltétlenül tudjuk megbeszélni, úgyse majd csak... Most meghalt a Photoshopon? Komolyan mondom, ilyenkor, amúgy elmehettek amúgy őszintén szóval, hogy nem tudom, biztos beletálltam, hogy nem tudom, van gondolom autószéjvon, vagy nem tudom, akármi. Olyan szinten megáll bennem az ütő amúgy ilyenkor, amikor lefagy a Photoshop amúgy, és így, így nézek, mint halasz, hogy most mi lesz amúgy, és hozzáteszem, jártam már úgy amúgy, és nem úgy, hogy mit tenni, tényleg most ilyen, azt mondom, hogy a felénél járok, nem, rendesen már az egész kész volt köbben, és újra kellett kezdenem, újra kellett volna kezdenem, nem kezdtem újra végül, mert kicsit trigger voltam már, de hogy gondolok be, hogy újra kellett kezdeni az egészet. És így, jó Isten. Tehát, hogy nem, tehát úristen, ez nagyon rossz volt. Szörnyű volt, úgyhogy nem. Jó. Jó, akkor elvileg a haj megvan, tök jó, úgy annyira jó lett amúgy. Mondjuk mi amúgy a haja nem annyira feltűnő, de a horé az zseniális amúgy, nagyon jó. Jó, szóval... ruha. Majd meg tudok írni közben amúgy, hogy igen, ruha. Szó. Kell nekem ilyen, nem. Ecset kell nekem, köszönöm. Na, kell nekem ilyen kék először is. Amúgy az táska a nyakán? Majd az a szűr, gondolom, azt hiszem a táskája akar lenni. Legalábbis... Még... Hát, vagy olyan sál. Mert azt szerintem ott a válla amúgy, de... Mert itt nem látom. Mert ez egy sál, de mindegy. Jó, mindegy. Megcsak a sálat. Ami piros lesz, mert engem nem érdekel, mert ez kockás, de vagy amúgy közel nincs amúgy a semminek. De én végignéztem minden létező képet, és nem találtam olyan sálat, aminek... Nem találtam olyan képet, se horiról, sem jamuláról, ahol amúgy ilyen izé sáljuk van. Mert jó. Jó, azért hiszem, amúgy itt is igazából elvégeztem, nem tudom, hogy az animét kéne megnézni ott, hogy amúgy képekkel is azt láttam, hogy valaki piros, meg sárga sárt tesz, nem tudom, hogy mi jobbból kifolyog, amikor amit találtam animékben is, gyakorlatilag Horinak zöld színű sája van, tehát egy zöld, mindegy. Szóval nem tudom, hogy ezzel volt tenni ezt őszintén, szóval hogy van, de mindegy kicsit furák az emberek szerintem. Maradjunk annyiba. Egyezzünk ki ebben a megállapodásban, hogy furák az emberek, és igazából emiatt, nem tudom, kockás neki a sája, Horinak meg nem zöld színű, szerintem, I guess. Amúgy jól fog kinézni, amúgy nagyon jól fog kinézni, ez véletlen volt. Jól fog kinézni a passzom, hogy mi a Murának a izéhez így, mindenhez, stílusához meg hasonló, úgyhogy jó az a piros neki. Elér a dír. No, thanks. Szóval én támogatom ezt a pirosat, úgyhogy... Főleg ez a ilyen fekete kockák, meg főleg amúgy nagyon jó lesz, úgyhogy... amúgy egyre inkább nagyon átjön amúgy az egész minden, tehát nagyon jó, úristen. Minél több színvált, annál jobb és jobb.
Zseniális, ha jól néz ki. Na jó, ja, más nincs, ugye? Ja, neki csak a sár látszik meg ez, oké. Okay. Jó, akkor Horinak meg hát igazából itt minden, úgyhogy mindent ki kell színezni. Amúgy, nem tudom, amúgy veszek meg, amúgy nem tudom, én nekem... nem tudom, amúgy fura, mert én összességében nem szeretem a zöld, meg az ilyen barna, meg kék színeket, meg nem tudom, de így... Nem tudom, maga a karakter, vagy nem tudom, izék véget, vagy nem tudom, ez már csak többet beszél magamnak, I don't know, de hogy annyira jól passza hozzám, hogy a haj is amúgy tök jó szerintem, nekem tökre tetszik, amúgy meg az a sál is amúgy tökre ilyen, nem tudom, tökre passza hozzám, nem tudom, ilyen fura. Pedig nem értek a divathoz, amúgy meg egyáltalán nem vagyok nagy ilyen divat szakértő, mert nem követem a divatot egyáltalán, mert nem tudom. De, ja, elég fura, hogy ez így, nem tudom, ezt így látom. Vagy így gondolom, nem tudom, szóval, ja. Mindegy, meglátjuk, kencseszek, milyen lesz. Na, én bízok bennem, hogy jól meg tudom csinálni. Igazából most ilyen magamnak is ez ilyen, ja. Hát ugye nem tudom, megcsinálni az árnyékokat, meg ilyeneket, mert ugye mondom így nehéz, hogy ugye nincs semmi referenciám hozzá, mert így nehéz. Mert azért, amikor csináltam a recap-os Oshinoko-s eye-képet, az ott tök jó, volt referencia, az ott tudom kis árnyékot sem, meg úgymond normálisan megcsinálni a szemét, meg hasonlókat, de itt igazán feltétlenül van referencia, most hogy csak maga a karakter dizájnokra van referenciám. Úgyhogy azt meg tudom csinálni jóra, de hát most értitek, hogy mindegy, muszáj tökéletesen hajtani mindig, úgyhogy az a cél általában mindig, legalábbis nekem. Na, és akkor most vagyunk olyanokban, hogy igen, szóval kell nekem megint ilyen kék, igazából innen is vehetem, vagy innen, mit tudom, igazából mindegy amúgy, mert a... Ja, szoknyáját nem látjuk. Ripped. Na mindegy, igazából az is kék, majd ilyen színű, mint a kabátja, ha minden igaz, azt hiszem. Mert ugye ez ilyen egyen ruhás dizájnú, szóval... Elvileg ugyanilyen színű. Úgyhogy ezt mindjárt megcsináljuk majd. Nagyon jól lesz, most látom előre. Megcsináljuk... What? Ez mi volt? Oké. Okay. Megcsináljuk a szoknyáját. Az ott... Ja, az ott ezt szemnem kell. Csak itt. Thank you.
Ja, nem tudom, miért színezem, hogy ne kérdezzétek amúgy. Fogalmam sincs. Mert ugye ez nem olyan színű, de mindegy. Tudom. Ilyen ösztönszerűen megy, de hogy látok színeket, vonalakat azt már húzni kell. What is this? Na mindegy. Ja, úgyhogy nem kell igazából, csak a kabátját, és ezt a... Nem tudom. Kabát, mi ez? Mit tudom én? Értitek? Csak ez kell. Végül is kabát. Mind nem vagyok nagy ruhaszakértő amúgy. Főleg női ruhák terén. Még ez a szerencsém, vagy nem tudom, gondolom én, hogy nem értek ezekhez a dolgokhoz. Nem a ruhákhoz, hanem a női ruhákhoz, meg a ruhákhoz se ért, mindegy. Értenék, akkor nem festő lennék, akkor izé lennék, akkor stylist lennék valószínűleg, vagy valami, nem tudom, ruha designer, vagy nem tudom, értenek. De nem az vagyok, szóval így nem annyira fontos ez nekem. Meg hát, ha nem annyira adok amúgy gyakorlatilag ugye a megjelenés M-repülő, vagy ugye nem követem, akkor végül is nem annyira lényeges az, hogy most mi, tudom, hogy mi micsoda, meg mi nem. Ja, végül is. Ez is mondjuk egy egész erős pont, egy erős érv ebből a szempontból. Sája. Jó, na most pedig akkor kell egy ilyen. Jó, az pont nem az. Vagy hát az. Ez egy jó kérdés, amúgy nem. Mert ugye ilyen, nem tudom, ilyen nem trikó, mit tudom mi az ilyen, ezért van rajta utána, meg úgy van ugye a... Ez milyen színe? Amúgy lehet, hogy jó lesz, csak nem tudom, hogy a fura így nekem. Mindegy, elfogadjuk. Én igazából elkönyvelem ezt, hogy jó lesz ide, mert amúgy nem tudom, mit kell csinálnom, mert most szerintem amúgy ez az. Ha engem kérdeztek, de amúgy nem biztos. Improvizálás képpen, és az én meglátásom szerint tökéletesen jó lesz ez ide, mert amúgy meg ilyen szín kell ide. Más csak másik, ugye meg világosabb lenne, de ez nem pont jó így. Ez a sál. Most amúgy egyetlen egy kérdésem van. Jó, nem, oké, látom. Szóval, tehát, na, szóval. Ez ugye ez a zakója gyakorlatilag. Ez, ami ugye a zakó alatt van, és itt van alatta ez a rész, gondolom, a ezé. Ugye ez. Ez. Szóval, ja, legyen így, én mondom vagyok szerintem, legyen így, és mindenki boldog lesz. Mindenki boldog lesz, jó? Köszönöm. Meg valaki nem tetszik, csukja be a szemét igazából. Azt ennyi. Ja, úgyhogy igazából szerintem az, hogy jó lesz, mert jobb opcióm nincs igazából. Úgyhogy ilyen muszáj ilyen playeket megjátszanunk, mert ugye hát a playeket mindig meg kell játszani. Ha van rá lehetőség, értek? Limit tesztelni kell mindig. Mindig limit tesztelni, ne felejtjétek. Hogy egyetlen nagy fontos kérdésem van. Most... Ja nem. Akkor nem tudom. Mondani akartam, hogy ezek a vonalak most az árnyékot jelik, de nem értem. Az árnyékot jelik, itt fixen árnyék, hogy itt a haja alatt, meg itt végig, de itt miért lenne... Mi? What? De még itt is amúgy... Igazából mindenhol pont vagy, mindenhol nem lehet árnyék, amúgy értetek, az ugye nonsense. What? Na mindegy, engedjük ezt, nem jó lesz amúgy. Végül is. A gombok...
Igen. Igazából igen. Igen. Mert így mondom, hogy ez van a bolya rajta. Igazából gumsztom sincs, hogy gomb szerintem jó lesz. Én elfogadom. Mit tudok hozzá? Én elfogadom. Csak ússzunk az árral szerintem. Na igaz. Na, a táska. A tatyó. Az meg igazán vannak ilyen dolgok, szóval jaj, vannak ilyen dolgok. Úgyhogy tatyó. It's tatyó time. Jó, na most. Van ilyen. Ez most milyen színű lesz? Ezt valaki magyarázza nekem. Ez milyen színű lesz? Aha, tökéletes. Szóval, kell nekem ugye ilyen az öv, vagy a fogó részének. Igazából, miért akartam övet mondani, én nem tudom, ne kérdezzétek, fogalmam sincs. Biztos ez ilyen belső kényszer, ami nem tudom, fét is akar lenni, gondolom. Itt miért sötétebb, amikor what? Ja, mert amúgy sötét, azt hiszem, ugye, ha minden igaz itt az erőd, mindegy. De egy elég fura így, összességében. Nézd, én tudok így megcsinálni, utána mindjárt ezt megmókolom majd. Szóval, ja. Ja. Máshogy sajnos nem tudom megoldani. Jó. Oké, kell nekem vissza akkor ez a szín. Igen, és akkor itt igazából ezeket kell, nem? Minden igaz még rajta. Jó, ha minden igaz, megcsinálom a cipzáros részét. Ilyenre. Jó, és akkor hogy van? Ezek a gombok meg ilyen szürkés, most nem tudom milyen színt szedtem ki, de szerintem nem szürkét, de mindegy. Hát végül is, amúgy elfogadom. Jó, szóval, na meg vagyunk akkor elég a ruhával, nagyon pretty, very pretty. Ja, jó. So.
Kell nekem... Mi? Nem csináltam meg itt a bőrénél? What is this? Itt kihagytam azért. Jó. Megcsináltam. Ok. Ja, igazán ezek megvannak. Akkor gyakorlatilag már minden meg, meg csak a blush-t kell csinálnom Yamurának, ugye az izzadságot. A száj... Hát nem fogsz látni sem, hogy ez maradhat így igazából végül is. A száj... Johorinak a száját kell megcsinálnom. Meg a szemüket. És kész, gyakorlatilag. Jó, na, szóval... What? Igen, és akkor kell nekem ugye akkor ez a lágyecset. Mennyin vagyok? 5-ön? Hát végül is. Megtanok egyenes vonalat húzni majd, szólok, köszönöm. Kéne még szerintem, hogy majd nem tudom, valahogy megoldanom ott, de mindjárt látjuk. Ugye ez nagyon kérdőjel. Számomra, de mindegy. Csak lenézzen ki olyan hülyén amúgy igazából. Jó. Kéne kék igazából. Nem is igazán, nem is kell ilyen sötét igazából, elég... Ilyen világos elég, ha? Jó. Hát örülök, hogy tudok írni, amúgy gratulálok magamnak, de tényleg. Fel nem bírom fognom, hogy nem tudok írni, amúgy egyszerűen hihetetlen. Ez kell nekem. Nem ez kell nekem. Ez kell nekem. És itt akar ecsetet váltani, köszönöm. Szóval kell nekem piros igazából. Nem piros igazából, hanem egy... Amit fel tudok... Meg tudok csinálni ugye szájnak gyakorlatilag. Jó, és akkor jöhet a szem. Na, legyen lady first, mit szóltok hozzá. Jó, na, szóval kell egy másik ecset, igen. És akkor kell nekem, mondjuk igen, Horinak így kell egy sárga. Ami igazából ide jön. Mikor a pont jó, már legalább látszik, amúgy jó, kettök jó. Jó.
Kell ilyen világos barna. Ami igazából idáig nagyjából, így mondjuk ebbe. Ja, nagyjából. Kell ilyen sem, mondják sem olyan nagy az iriszét is majd. Annyira jó lett, úristen, állat, annyira jól néz ki, imádom. Na jó, igen, szóval, főnök. Mi ez is talán annyira jó, ez a kék szemúj neki. Zseniális, na. Még nem annyira akarok belemenni, még az, amit meg is van csinálva külön neki, úgyhogy majd hogy a szeme el van választva, úgyhogy ezt nem annyira akarok belepiszkálni, igazából így jó lesz, ahogy ugye meg van csinálva. Legendás. Very pretty. Na, még ezeket akkor megnézni a szemükön, mit tudom még alakítani, fejveszem, az mennyivel lesz. Ja, az így jó, aha, ez mehet. Na. Akkor elvileg akkor kész, ha minden igaz. Ja, mert akkor minden megvan. Azt képest egész jól végeztünk. Nagyon jól lettem úgy. Á, teljesen jó úgy szerintem. Meg vagyok elégedve, tök jó úgy szerintem. Nagyon jól néz ki. Na jó, akkor ezek megvannak. Ja, amúgy ez a vicces amúgy, hogy most így belegondolok, hogy a Horinak, meg miért teljesen más amúgy a bőrszín valamiért, nem tudom, ez egy színárnyalat miatt amúgy, mert picit ugye ott, ja, neki ugye a fehér, meg a fakóbb, igen, ez még igaz. És hát, hogy azért. Azok azok, mi lenne, akkor tennék rá egy picit még talán, de ez nem hiszem, az már most annyira jó így amúgy szerintem. Igen, hogy Hori már kicsit világosabb szerintem már nagyon. Mi lenne akkor, hogyha mondjuk azt meg tudom, vagy azt meg tudom csinálni, hogy csak a... Hát ha el tudom különíteni, akkor igen, de nem tudom, hogy el tudom.
Wait a second. Igen. És arra vagyok kíváncsi, hogy meg tudom azt vajon csinálni, hogyha csak átszínezem feketével. Átszínezem csak itt feketével, így itt a... Belementem a lábába. Mindenkit megvertek. What is this? Igen, arra vagyok kíváncsi, hogy ugye ezt meg tudom így csinálni, és akkor, hogyha erre mondjuk effektelek, az milyen amúgy, hogy ez segít amúgy picit? Hát ez... Igen, nagyon kicsit világosabb. Ami nagyon borzasztó szerintem most már. Lehet, hogy ennyi nem kell talán, ennyi lehet nem kell. Ez már nagyon nagy eltérés amúgy kettő között. Jó, viszont akkor az a terv, mondjuk egy 50. 50 kevés, oké. 70. 70, oké, na így jó. Így elkanyol, így már tűrhető. Szerintem. Na, amúgy tök jó, oké, megoldottuk. Nice, GG, rá megoldottuk, tök jó. Na, ezt lementjük akkor. És akkor folytatjuk tovább. Ja, ide jöhet. És akkor nem tudom, mi lesz a következő amúgy. Szintén szóval már nem tudom, melyik kép jön. Ó, ez én. Very cute. Igen, nem szokásom szép fiúkat csinálni, őszintén szóval nem az én asztalom. Őszinte akarok lenni, de hát ez van. Ez a nem ezek után. Amúgy tök durva, amúgy én őszintén szóval nem. Most itt eszembe csináltam amúgy vízlis képet is, de mondom, alapvetően nem nőkre megyek, hanem gyakorlatilag képminőségre megyek, szóval nem is az a lényeg számára, hogy ki van a képen, vagy mi van a képen, amúgy, hanem hogy csak jó legyen a kép, szóval ez meg szerintem tök menő, meg tök jó szerintem. Zseniális. Attól hogy két pasi volt, most értek. Nem vagyok meleg, szóval csak szimplán értek ilyen, nem tudom, tök decent szerintem. Ez olyan fakó lesz szerintem a bőrszín. Gee, majd kezdenem kell, mindegy, majd megoldom. Szóval ja, úgyhogy kell ez is néha, hát most figyeljetek, végül is. Amúgy nem fakó lesz ez így szerintem. Gee, ez szürke gyakorlatilag amúgy. Nincs, ez talán, még ez meg nem feltétlenül ez a... Hát ezt talán már be tudok még alkotni, mert ez a szürkébb esélytelen, hogy csináltam volna bármi értem, hogy tudok csinálni, mert most az nagyjából egy ilyen telegézéből csináltam, de egyszerűbb, kicsit rózsaszínesebb, vagy ilyen tényleg kávészínből csinálni bőrszint, mint mondjuk szürkéből, mert azért szürkén macerás, hogy picit szerintem. Próbálj meg most kikeverni, nem most kéne megcsinálni, még mi van ízeim, és akkor legalább nagyjából belövöm, hogy hova. És akkor nem erre, hanem... Ilyen felfele kéne, akkor egy tízes mondjuk, talán. Egy tízes, jó, mondjuk ez... és mondjuk egy, nem tudom, erre is egy tízest, talán, vagy nem? Többet? Még egy 30-at teszek rá. Vagy ne? Úgy fel fogom venni. Jó, legyen 30, 30-at teszünk rá, így jó lesz. 30-os teszünk rá, és akkor így igazából tűrhető. Na, szó. Szoszmó. Amúgy az esernyők a nyele amúgy, de nem mindegy, belefér. Ja. Hogy ürül a fiú, értetek? Hogy ürül? Ó, legendás. Very big. Szia Daphne, szia! Hogy vagy? Mi újság? A legjobb jöttél, legalább szép fiúkat csinálok, úgyhogy az valószínűleg téli szerintem jobban érdekel. Mondjuk nem néz őszintén, szóval szerintem sok nő, de mindegy amúgy. Szóval nem tudom, kinek szándékozok amúgy, nem tudom, ezzel itt ilyen nagyon egy
nem tudom, vagy tudtok ezt mondani? Uminek hívják ezt a... Hát eszembe az a szó... Ilyen, nem örömet szerezni, hanem... Vagy egyébként örömet is, de értetek, nem tudom, mint ez a szó, amit keresek, nem mindegy. Belefér. Minden szuper, végre elkezdtem dolgozni, aztán most van egy kis szabad időm és nyomom a Genshin-t veled, mi újság. Na, nice, nice, tök örök neki, hajrá, hajrá, de azért pihenjél is, nem kell túl vinni. Nem kell halálra dolgozni azért magadat. Meg a Genshin-t is nyomni kell ezerrel. Láttad a streamet? A Genshin Live-ot láttad? Mit szólsz a izékhez? Az újításokhoz. Nem sok minden igazából. Reggel genshineztem, csináltam a World Questeket. Még mindig gyűlök World Questeket csinálni. Borzasztó módon, de hát muszáj. Most meg jöttem photoshopolni, úgyhogy... Ja, pont most fejeztem be az előbb egy horimiás manga chaptert. Most meg ugye csinálom ezt a kettő jó embert itt amúgy. Na, no, nice, nice, nice. Nekem ismerősöm elmagyarázta nagy nehezen, szegény már ki volt kész, még nagyjából leírta nekem. Tök jól leírtam, tök elmagyarázta, csak az a baj, hogy vagyok hozzá, és nem tudom, hogy működik ez. De én is kíváncsi. Azt mondja, hogy elvileg jó lesz, meg tök jó, meg elvileg jobb, mint a standard, meg minden, úgyhogy kíváncsi leszek. Annyi, hogy ugye karakterek most lesznek annyira nem feltétlenül, mert így nem fog amúgy se pullolni 4.5-be. 4.6 meg, akik lesznek karakterek igazából, elvileg azokra meg nem feltétlenül annyira akarok, hogy most így megérjen nekem. Már ha persze marad vissem meg ilyenek, szóval... Ja, úgyhogy... De hogyha mit tenni, tényleg lesznek olyan karakterek, akik kellnek, akkor valószínűleg pullolni fogok rá. Azon a izén. De szerintem az a baj, hogy limitált visek kellnek hozzá, nem standard visek, úgyhogy... Ja. Valószínűleg. De legalább, amikor megláttam, annyira úristen, olyan boldog voltam, hogy végre lehet szerezni Tinari meg Daiha weapont. Úristen, olyan boldog voltam, hogy ezt megláttam, te jó isten, és azt hittem, hogy csak káprázik a szemem, de és streamen is benne volt, és jó isten, végre, végre. Imádom, nagyon jó. Úgyhogy már abban a szempontból is nagyon jó, hogy benn van végre legalább. Mikor elég, szerintem eléggé sok ember muszáj nem pullolni fog a weapon részén, mert ha belegondolunk, szerintem elég megérős összességében. Tehát ugye, hogy... ugye van benne garantált rész meg ilyenek, szóval végül szerintem megérős. Hát én most nem bírtam magammal és kihúztam Mikót, aztán most megint gyűjtögetek ezerrel. Na, nice, nice. Mikó jó, Mikót szeretni kell. Ahogy ismerősöm is mondanám, Mikót szeretni kell, de amúgy igazán amúgy tényleg Mikó nagyon jó karakter szerintem. Én tökre bírom amúgy szerintem, hogy tök jó. Amúgy szeretem az ilyen... Nem azt mondom, hogy pimasztőket, hanem hogy mondjam, az ilyen, nem tudom, picikét ez az ilyen... Tipik ez az ilyen, ugye ez a róka feelinget adjad, és pont ahogy ezt tökre szeretem szerintem, úgy tök jó, meg hasonló. Jó az, hogyha van egy nőben dominancia és ilyen erőteljes megnyilvánulás szerintem. Az hát csak én vagyok így ezzel, nem tudom, nem véletlenül vagyok Arlecchino szimp végül is amúgy, van benne valami.
Még láttam egy képet, ez nagyon vicces, ez annyira imádom amúgy. Ezzel van, hogy... Mert ugye az a fun fact az egészben amúgy, az összességében, hogy ugye maga az a Mikó személy és meg ez a Raiden Mikó ship amúgy, hogy gyakorlatilag amúgy annyira, nem tudom, én elbírom képzelni Mikóról amúgy, hogy ez ilyen domináns szerep van, de annyira vicces az a képet látni, hogy így gyakorlatilag ugye, hogy eljátsz a nagy izé kemény nőt, meg hasonló, de amúgy így gyakorlatilag a Raiden az így szétotják, nem tudom, hogy minden zseniális amúgy. Ezt annyira imádom amúgy, Istenem. Azonban nincs meg az a kép, megmutatnám szerintem, mert úgy nem lenne szerintem bajből, de nagyon vicces amúgy. Annyira szó, annyira nagyon át, zseniális. Amúgy a szemöldököket nem csináltam meg. Ó, oh, ne. Ó, oh, Istenem, vissza kéne mennem az előző képre. Unlucky. De hogy szerette is volna amúgy Mikót? Vagy csak hogy igazából már nem tudom, mert így... Ja. Ott van, és akkor miért ne a lapon? Szerettem is volna meg, volt is egy jó kis csapat ötletem, amiben pont beleillett, és így pont kapóra jött, hogy most bent van. Na, ne, GG. GG. Akkor most már nagy izé, nagy Miko Enjoyer lehetsz most már akkor. Helyes, helyes, tök jó. És mit fogsz tolni? Aztán a nagy izét, ezt az ögrövétes, vagy nem ögrövétes, hát ögrövétes azt hiszem, ha minden igaz. Ögrövétes tímet. Vagy mi az elképzelés? De ez tök jó, amúgy nice, nice, nice. Lehet, hogy húzok még egy picikét így talán, ez jó lesz. Hát, érdekes lett, de mindegy. Ja, itt talán ide egy picikét még, és így jó lesz. Jó. Nem tudom, hogy neki a... milyen legyen a kabátja, mert az a baj, nem igazán találtam semmi értelmes képet, amit tudtam volna keresni, szóval mert ugye itt szerintem neki ilyen bézses, ilyen színű lesz amúgy, az még kende jó, de ugye neki ilyen fehéres, ilyen... Gyakorlatilag az összes képen amúgy kb. Úgy néz ki a csávon, mintha ilyen doktori köpenyben lenne, amúgy, és egy, gyakorlatilag. Úgyhogy nem tudom, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy marad ilyen fehér, I guess. Mert most azon, nem tudom, hogy a változtat érzésem, hogy érzitek, szóval mindegy. Jó, szóval megvan a bőr, a minden igaz, ugye? Ja. Haj, na. Ez fantasztikus, nem tudok sose írni, amúgy hihetetlen. Haj. Én meg már várom azt, hogy lehessen pullonom, végre nagyon szeretnék már. Meg utána akkor megszavaztatom akkor megint a izét, hogy mi legyen. Bár a mostani szavazás is amúgy, nem tudom. Én veszek meg amúgy, én azt hittem, én őszinte leszek, én meg voltam győződve arról, hogy mondom, kitalálom azt, hogy mire lehessen szavazni, ugye, mert az legalább nekem van úgymond kis könnyítés, hogy nem kell olyan karakterre pullom, akit nem szeretnék. Erre nem arra két karakterre van szavaz, ami amúgy most van benne örön? Tehát, hogy így, what? What?
Én kérek elnézést, amúgy hát gyakorlatilag meg vagyok szivatva többszörösen amúgy. Hát ok. Hihetetlen. Mi se értem. De még hogy, még az a másik kedvencem, hogy a két, gyakorlatilag két karaktert mondtam, hogy legyen kettő, hogy egyik a Ben Öröm van, erre fel nem mind a kettő a Ben Öröm van. Na mindegy. Hát jelenleg a csapat úgy néz ki, hogy Mikko, Nivulet, Tinari, meg még Wanderer van benne, de a helyére még keresek valami jót. Hát de, what? Elnézést, maga ön, de miért van 4 DPS egy teambe? Vagy ez csak ilyen fanalás, vagy nem tudom, mert tetszik, és akkor azért a karakterek, gondolom. Ja, értem. Mert funkcióért egész, de nem semmi nem lehet velkezni ezzel a teammel, de tök jó, úgy végül is, igen. Úgyhogy elég megettem szivatva ezzel, de ez van. Nem tudom, az a baj, streamen ezt nehéz megoldani, ezt a szavazós tematikát, mert ugye az a baj, nem vagyunk általában streamen. Még az Alecino streamen talán leszünk annyi, hogy tudok szavazást kezdeni, de nem tudom, meglátjuk. De mondom, kérdőjel. Úgyhogy, alapvetően nincs bennem a Zsao meg a Mikó, hát nem polulok rá, hogyha úgy van, csak hogy... Hell no, hát most vannak bent benne, én még 4 panadat pullolok, hát most értitek, nincs logikája amúgy gyakorlatilag. Nincs logikája, hogy én most pullolok, amikor amúgy majd következő Pezsa fogok pullolni rendesen. Szóval így elég me. De hát ez van, úgyhogy majd akkor valószínűleg fogok majd csinálni, és akkor hát, ha meg úgyis kírom megint Discordra majd, hogy akkor mi legyen, talán meglátjuk. Kíváncsi leszek majd, főleg ugye lesz egy csomó karakter bent amúgy már addigra, amire ugye oda kerül a sor. Jó, nem sok karakter, majd Chiori fog bejönni. Meg amúgy Chiori tetszik, szóval még ugye a Riranya az még messzebb van, de lehet, hogy addigra hamarabb lesz Riranya, mint mondjuk, nem tudom, Zsao vagy Mikó Riranya, tehát ki tudja. Meg most nem tudom, ezzel az új banner system, nem tudom, hogy fog menni a bannerök, mennyire lesznek úgymond gyorsak a bannerök, hogy váltogatni hasonló, szóval kíváncsi leszek arra is majd. Te jössz majd Daphne az Arlecchino Pool of Streamre? Vagy még nem tudod? Igazából a dátum sem tudom, hogy most fix-e vagy nem, hogy mikor lesz vagy nem. Én mindig azt tudom ajánlani, hogy mindenkinek szerintem. nice, helyes. Mert amúgy szerintem... Most igazából nem izéből meg semmi, mert nem azt mondom, hogy én vagyok itt a legnagyobb Genshin streamer Magyarországon meg hasonló, de amúgy szerintem az én Arlecchino-s streamem szerintem az szerintem Genshin témában szerintem a legjobb. Mert hogy mondjam... Valószínűleg nem fogja senki nézni, vagy nem tudom, de hogy összességét tekintve szerintem olyan contentet szerintem hozni más, mert nem igazán hiszem, hogy tudni fog. Tehát
gyakorlatilag kb. Ott tartok, hogy most vagyok 300, majdnem 340 poolnál vagyok, és ez gyakorlatilag a natur poolom, és van 50-es pitim. Benőrön, szóval, ja, és 4.4 van még mindig, szóval, ja, és a second phase. Szóval, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan pool stream lesz az, vagy hát az Jesus Christ, amúgy mellékesen. Ja, és hozzáteszem, ugye, hogy nem úgy, mint mit hogy sok ember, mert az a baj a mostani bannerökkel, meg mostani elosztásokkal, vagy banner elosztásokkal, hogy sok ember ugye vagy költ pénzt a játékra, vagy szimplán ugye úgy szévél a karakterekre azért, szóval, és nem igazán van szerintem olyan ember, meg sok ember, aki amúgy szévelne, amíg áll egy például. Szóval Magyarországon szerintem én egyetlen ember, szerintem aki C3-azni fogja, meg weaponozni fogja szerintem, amint kijön a karakter. Mert ugye azért mondom, hogy Magyarországon meg külföldön valószínűleg egyből instant valaki fogja, és akkor R6 meg C, mi az C6 meg ütél mi, úgyhogy. De én nem fogom amúgy, miből? Jó, hogy gondolom pénzből tellene gondolom, de az akkor is amúgy értitek szóval. Nem költök játékra pénzt, úgyhogy az nincs az Isten. De mondom, tehát mindenféleképpen szerintem, aki tud, az mindenféleképpen jön szerintem, mert mondom, borzasztóan jó lesz szerintem, tehát. Még el fogom úgy is mondani majd előtte való streamen is, meg ugye amikor Discordon is ki fogom írni majd valószínűleg, hogy lesz, mint ez, mikor leszek. Mert valószínűleg szerintem akkor pont szerintem dolgozni fog, az lesz szomorú mondjuk, hogy dolgozni fogok. Sőt, valószínűleg dolgozni fogok, mert ugye elvileg kedd meg szerdán jönnek, hogy általában az ilyen patch meg bannerök, szóval... Ja, mindegy, az már nem... Úgyhogy ez van, de... Ja... Hazajövök utána instant egyből. Mondjuk akkor úgy azonban nehéz megoldani a 12 órás streamet is, hogyha ugye akkor jövök mondjuk haza, mit délután, de max akkor... Mert az a baj, hogy úgy terveztem, hogy születésnapomra terveztem volna, csak ugye pont ebben nem úgy fognak kéne bennerek, mondjuk ott, hogy május elejére fog esni, de most elve úgy van, hogy április... Nem tudom, valamennyi azt hiszem, vagy április, nem tudom, hogy van amúgy már pontosan az a baj. Ugye azért a vártnál hamarabb fog elvileg jönni a 4.6, de nem tudom amúgy. Pedig én kiszámoltam, hogy a március 13-án jön a Chiori banner. Úgyhogy nem tudom igazából, hogy van akkor most. Mert ugye arra számolva 2-20 napos. Ugye jön a Chiori Itto, meg jön a Nivolette Kazuha. Ugye ez a kettő az 40 nap. Ugye 40 nap az pedig... Hát mondjuk, ja de az 40 nap az ott körül van, amúgy igen. Nem egy szó, hogy ja, valószínűleg ott körül, de ez van. A május 17 meg nem fogom megvárni amúgy, hogy akkor csináljam a izéket, mert ha már bemegy a karakter, azonnal, szóval nem fogok arra várni, hogy most egy ilyen születésnap meg ilyenek, szóval azonnal, amit lehet, sajnos, mert muszáj, de... De ja, úgyhogy... Mondom, én bízok benne, hogy jó lesz amúgy szerintem, szóval tényleg én... Szerintem elég nagy content, meg elég nagy szám lesz szerintem az. Főleg úgy abban a szempontból most kiindulva, hogy több pullon fog elmenni az Arlecchino-ra, meg több időt vártam úgymond kinda a karakterre, mint mondjuk a Raiden vagy a Skarára mondjuk például. Még a Skarára mondjuk pont nem vártam, de hogy a Skarára is rengeteg pullom elment, de a Raidenre is amúgy rengeteg elment. Ott is ilyen több mint 300 pullon ment, meg tegint, hogy gyakorlatilag 400 pullon fog kb. Elmenni. Sőt, majdnem 450 körben, mert ugye még kapok majd ugye glittereket is, amit be tudok váltani. Úgyhogy mindenféleképpen. De úgy is kíváncsi, mert nem tudom, hogy még a karakter is egyetem, hogy milyen lesz, meg hasonló, de hát úgyis valószínűleg szerintem pullolni fogok rá, attól hogy milyen lesz. Erre már nem tud semmi levenni szerintem. Ugye elvenni a kedvemet. Az Akarom bennőtt is amúgy amennyire tényleg vártam, meg hasonló, most, hogy láttam, meg tudom, hogy milyen a karakter, hogy működik a kitjen egyen, meg ilyenek. Hát őszintén ezek, én még mindig jobb, én most már jobban akarom, mint ahogy eddig. Tehát annak örülök a legjobban amúgy, attól függetlenül, hogy Lightning meg Nihility karakter, hogy nem dotra épül, és ez annyira jó érzés, hogy nem dotra épül a karakter, és úristen, és annyira passzol hozzám, hogy ez a nem dotolás, ez annyira jó, úristen, nagyon jó. Azért teszem, eléggé átjön amúgy a karakterbe ez a Raiden vibe amúgy, meg ez a Raiden stílus amúgy eléggé átjön, meg úgy hasonló dolog, szóval... Ja.
Még nem véletlenül ugyanaz a voice actorjuk, szóval végül is megértem a koncepciót tekintve, hogy miért egyformák most, de nagyon jó, úgy tényleg borzasztóan meg van csinálva. Gyakorlatilag az Acheron amúgy konkrétan egy katonás Raiden amúgy konkrétan amúgy, gyakorlatilag. Csak picikét nem szív a patán, vagy nem tudom, de hogy nagyon, amikor nagyon komoly, Istenem, nagyon jó. Ennyiben van szerencsém, hogy hamarabb lesz Acheron benne, szóval tudom legalább pullolni rajta, és legalább picikét ez az úgymond pullolási kényszerem, meg ez a karakter kényszerem, legalább el fogok egy picikét múlni az Acheron miatt. Hál' Istennek, szóval, ja, mert... Hát nagyon akarom már az előcsinót, borzasztó módon. És azonban ezeken a leakek, meg ezek az ilyen spekulált videók nem segítenek sajnos. Ó, Istenem. Pedig nagyon várom majd, mikor lesz kint rendes ilyen tényleg valid leak amúgy, mint a például az Acheronról is például, ami ugye kijött, nem tudom, még azt hiszem a hét elején, vagy múlt héten, nem tudom már pontosan. Hogy milyen lesz ugye a kitje meg ilyenek, de... Jesus Christ. Még vicces, mert amúgy Starrayben tök jó, hogy amúgy Starrayben, hogy ami kijön leak, az gyakorlatilag nem tudom honnan szedik, vagy hogy csinálják, de hogy ugye ott rendes videó van kint. A karakterekre, meg a izékre dolgoz, nem menő amúgy. Igen, sem ugye által meg ilyenek, csak írnak általában, az meg ilyen elég, mert... Meg látja rendes az ember, hogy mit sem, hogy néz ki hasonló. És ez nem tudom, annyira tök jó. Mondjuk nagyon, nagyon várom, mert... Főleg, hogyha izé lesz, mert ugye az a koncepció elvileg, hogyha ugye ultizik, akkor leveszi a kabátját, és az annyira menő lenne, úristen. Az Arlecchino kabát nélkül az top tier amúgy veszek meg. Azt tényleg, ezt komolyan mondom, veszek top tier amúgy. Az a karakter úgy, de jó isten. Szerintem legalábbis. Ennyire... What is this? Kérdője. Ennyire mutatál azt, hogy gyakorlatilag a karakter ruha nélkül sokkal jobb. De what is this amúgy? Miről beszélek amúgy, nem tudom. Veszek amúgy félre beszélek, meg komolyan mondom. Nagyon este van már szerintem. Na mindegy, ja. Hát de nem most ennyire van, most gondolj be bele, hogy így, most egy őszintén szóval, most gondolj bele amúgy, hogy akár egy férfi, vagy akár egy női karakter, most ha kevesebb ruha van rajta, akkor nem jobban néz ki? Mármint, ez úgy milyen hangzik amúgy. Na mindegy, értitek amúgy a koncepciót, hogy így, nem tudom. Most gondoljatok el, képzeljetek el egy, mit tudom, egy, nem tudom. Nem tudom, igazából... nem értem, hogy miért beszélek el dolgokra, amúgy nem tudom, de mindegy. De komolyan most... De, amúgy, tényleg őszintén szóval semmi izé, meg semmi ilyen fura gondolat, de hogy tényleg amúgy gyakorlatilag az Arlecchino amúgy ezzel nem tudom, ilyen trikós, vagy nem tudom, ez az ilyen toppos megoldás, ugye kabát nélkül annyira jól néz ki amúgy, tényleg nem tudom, tehát így annyira jól így kiadja a karakternek a úgymond a vonzerejét gyakorlatilag. Ez akár, amúgy, én veszek meg, amúgy, akár mennyire próbálom, amit elmagyarázni nektek, hogy egyre hülyebb és hülyebb érzem magamat, amúgy. De nem, amúgy, az a, nem, amúgy, én veszem meg, hogy nem értem, hogy, én, amúgy, nem, őszintén, én ezt nem tudom megérteni amúgy általában, hogyha, hogy miért van az, hogy valószínűleg amúgy szerintem az ilyen agyi dolog, amúgy ilyen fejben dől a dolog konkrétan, hogy ha bárki beszél meg, mond olyan dolgokat, amik kicsit ilyen szoszibban hangzanak amúgy, annak sose úgy az a végeredmény, hogy amúgy az ember gondol vagy akar úgymond közölni, hanem teljesen más irányt vett az egész dolog. És most ugyanezt érzem, hogy amúgy beszélek valamiről, és amúgy nem az a konkrét konklúziót kell levonni, amire gondolnak az emberek amúgy. Vagy hát, majd nem. Tehát a... mi? Tehát az a konklúzió, amit én gondolok, az nem fedi azt, amit az emberek gondolnak, hogy én most elmondtam abból. Amúgy nem tudok magyarázni, és egyre logikátabb dolgokat mondok amúgy. Na mindegy. Ja, mindegy, az egyik, hogy amúgy jól néz ki a karakter, ez van, hát most Istenem, nem tudok ezzel mit csinálni. Ebben már nem tudok kimászni amúgy, de nem is akarok amúgy, mert végül is ez így van, hát most Istenem. Úgyhogy ja, egy összességben, ja, tök jól néz ki a karakter.
Ruha kell nekem. Igen, szóval akkor kabát. Ilyesmi. Ja, ilyesmi lehet, amúgy jó lesz. Értem, hogy mire gondolsz, még ha enyhén kétértem is az, ahogy fogalmazol. De nem tudok, nem az a baj, furán, egy az, hogy furán beszélek, meg magyarázok, nem tudok magyarázni az a baj, sajnos, de ja. Úgyhogy ez van sajnos, de hát, ja. Pólója az milyen színű amúgy? Vagy az fehér, nem? Ez fehér, de hát nem tudom. I don't know. Valahogy fehér szerintem amúgy, I guess. Én igazából csak tényeket közlök amúgy, meg csak az igazságot mondom, csak ilyen elég furán jön le szerintem. Mondjuk az a baj, ez megint a... Mert ez egy pasinak mondom, azt mondom, hogy oké, ez egy nőnek mondani, hogy ez elég, nem tudom, elég furán jön le szerintem amúgy. Úgy jó lesz végül is, mert amúgy a fehér póló picit ez ilyen, így nem tudom, hogy jobban így kicsit kiemeli ezt. A haja aznak pont megy ez a bézs-szerű szín amúgy, szóval lehet, hogy jó lesz amúgy. Én úgysem mondanám magamat, ami ruha ellenesnek. Mármint, hogy... Ja, nem tudom, tehát így... Nekem nincs bajom azzal, hogyha... Mi? Mi szerint nincs bajom azzal, hogy egy nőn ruha? What? Mi? What? Elnézést, maga ön? Nem, ja, nem, arra mondom alapvetően, hogy... Hogy mondjam? Nem, arra értettem, azt akartam mondani, hogy... összességében vannak nagyon vagy nem az nagyon jók, hanem vannak olyan ruhák, amik például tényleg tök jól néznek, tök elegánsak, vagy tök szépek, vagy hasonlók, és amúgy az van, több esetben, meg jobb esetben amúgy jobb, mint amit én még csak nem ennél a semmi, például, csak így mondtam egy példát most rá, nem feltétlenül kell, ja nem tudom, de nem csak, nem tudom, elég vagyok ezzel, így nem tudom összességében. Most például, hogy mondjam, mint például... most vegyük alapul most egy koncepciót tekintve, hogy vegyük alapul például azt mondjuk, hogyha van egy... Ugyanaz a nő például, mondjuk mit tudom én, sima ilyen póló meg rövid nadrágba például mondjuk, meg mit tudom én, esti ruhába például. És vannak olyan esti ruhák, amik amúgy tök jól néznek ki. Pölö, csak úgy mondom például. Tehát, hogy így vannak ilyenek, és amúgy teljesen tök jó, meg teljesen tökre elmény, meg hasonló. Így megvan úgymond az a vibe feeling, vagy egy nőben mondjuk akkor, gyakorlatilag. Ugye minden ember, ez minden nőhöz amúgy gyakorlatilag más ruha, kendes stílus, vagy nem tudom, idézőesen, meg ilyen fazon áll jól, vagy hasonlók, és amúgy ja, nem feltétlenül fog például két nőn ugyanúgy állni, mondjuk egy ruha, meg nem feltétlenül fog ugyanúgy azzatok ezt mondani? Úgy kisugárzást adni amúgy, hogy ugyanaz a ruha van attól függetlenül rajtuk, szóval nem tudom. Aztán nem tudom, lehet, hogy szerintem hülyeséget beszélek amúgy már megint, hogy nem tudom, ez okásom. Ilyen fantasztikusan, nem tudom. Nem tudom, én szeretek amúgy így beszélgetni, alapvetően tök jó amúgy, csak nem tudom így. Megvan sok mindenről a véleményem, meg így az ízlésem. Néha elég fura, meg érdekes, de hát a film, ja.
Szóval ja, úgyhogy nem tudom. Mondanék egyszerűbb példát, de már igazából már így is kezd furálni az egész pillanat, úgy meg nem tudom. Ja, meg az a baj ez az egésszel, hogy nem tudom. Igen, nem zavar alapvetően nagyon ilyen személyes dolgokról kell beszélgetni, vagy nem tudom, nem sok ember. Fura kicsit se nyugi. Á, nem, végül is. Ja, szóval nem tudom. Mert nekem nincs bajom azzal, hogyha ilyen most egy magánélete, nem tényleg ilyen személyes a dolgokról kell beszélgetnem, csak nem hiszem, hogy sok ember érdekel amúgy az, hogy mi jár a fejemben éppen. Nem, de ez egy kicsit furán néz ki, amúgy az a... De is, hogy meg kellett volna csinálni, na mindegy. Azt átszintem szerintem szürkére a nyelét. Miért akartam sapkát mondani? Hogy hívják ezt a... Esernyő, igen, esernyő. Szóval az esernyőt meg azt nem tudom, azt színezzem át, vagy nem kell, vagy... De jó kérdés mondjuk. Nagyon fehér. Mégis van fehér esernyő, csak ilyen, mert nem tudom, most fehér esernyő. Értek. Ez abban, hogy van egy, igazából amúgy is szerintem van az a pont, amit amúgy meg kell húzni határnak, amúgy, hogyha valami mondani amúgy az embernek szerintem amúgy. Úgyhogy, ja, de, apa. Amit mondani akartam volna, az már elég lehet, hogy kicsit ilyen, nem morbid lett volna, csak nagyon, nagyon érdekes. Mi az, hogy a táska? Ilyen kék, lehet amúgy kék végül szerintem, hogy kicsit jobban menne szerintem hozzá, talán így... Ilyesmi talán így? Kind, végül is fogjuk rá, talán tűrhető. Majd egyszer lehet elmesélni, vagy nem tudom, vagy I don't know. Idéke, amikor nagyon érdekel, hogy itt akkor elmondhatom, de hát igazából nem tudom, ilyen elég me. Az ott... Ja, itt jön. Ja, oké, az mind a kettő az akkor. Igen, mert összességben úgy, nem tudom, hogyha mit tenni, csak úgy csinálom, mondjuk például, hogy... Nem tudom, mennyi, hogy csinálják amúgy az emberek, vagy hasonló, de hogy... Mondjuk így, nem tudom, lennék ugye, mit tenni, így alapból, aki vagyok, meg amilyen vagyok, meg mit tenni, hogy a streamek, akkor mondjuk más lennék, akkor igazából lehet, hogy nem tudom, hogy több embert érdekelni, az nem tudom, hogy csak például, vagy nem tudom, több ember mondjuk kedvelni esetleg mondjuk, de nem tudom. Én igazából olyan vagyok itt, mint amilyen amúgy vagyok, tehát igazából egy nagyon erőt idiót ember vagy gyakorlatilag amúgy, szóval... Egész időt az a történet, hogy gyakorlatilag a számítógépet ül amúgy, és igazából beszél gyakorlatilag a senkinek, mi? A semminek, meg így nem tudom, szórakozik a hülyeségein, meg így játszik. Ja. Úgyhogy...
Igen, ez ilyen. Ez a legjobb, igen. Pontosan. Úgyhogy, ja, ez van végül is, de hát, ja, ez van. Úgyhogy nem tudom, és azért nem igazán akarom megjátszani magamat, hogy nem tudom, milyen dolgokért. Sose volt annak a híve, hogy így megjátszani magamat valami miatt, hogy mert akkor azt nem tudom, az embereknek tetszik, vagy úgy szeretik. Ez ilyen, nem tudom, nem ilyen én jellegű dolog, szóval nem rám való dolog. Ezért nem is szoktam hazudni általában, meg nem is szeretek amúgy, tehát mert semmi értelmeket minek. És ha valakinek elmondok valamit, nem tetszik neki, akkor ez van. Most nem megbánti rá szándékom, mondjuk embereket általában meg ilyenek, hanem csak szimplán most elmondom, hogy ha mit most érzek, hogyha megkérdezi valaki, mit mondjuk, hogy jól néz ki, hogy hasak, úgy megmondom neki az igazat. Most miért mondjam azt, hogy nem most gyakorlatilag ilyen, nem tudom, az olyan elég meg dolog szerintem. Meg attól félre, meg lehet mondjuk fogalmazni, hogy meg lehet fogalmazni, hogy a negatív jellegű ilyen kritikát is, vagy nagyjából egy normálisan, vagy kicsikét ilyen szofisztikáltabban, hogy ne legyen annyira nagyon. Értitek, hogy oda mondom, hogy akkor, hát bűnronda vagy ember, hát öltözve vagy vívott. Szóval értitek, hogy nem feltétlenül kell így, hanem lehet ez kulturáltan, csak nem tudom, így, I don't know. Mondjuk ez megint az én. Túl sok olyan ember van, aki meglátja magát streamen kívül, meg kimutatja a foga. Ja, azért mondom, hogy nem tudom, mennyi ember játszik meg magát, meg mennyi ember nem, de. De ja, nem tudom, tehát hogy ugye nem. Ja, hogy mondjam, ez olyan példa, hogy nem lehet könyvet borító alapján, most én nem tudom, hogy egy ember milyen, ugye való életben milyen. Ugye, jó, streamen látom, mit csinál, nem tudom például való életben milyen amúgy, szóval csak úgy unblock mondom, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg tök jók, tök normálisak, és mint lehet egy való életben is olyanok, benne van a pakliba, tehát. Lehet, hogy valaki mit tenni streamen, tök normális, tök szerethető, meg tök jó utána, tehát valahogy meg egy talpig paraszt ember, hát most van ilyen, gyakorlatilag. Úgyhogy igen. A ruhákon meg vagyok, akkor elvileg, ha minden igaz. Azon gondolkozok, hogy tegyek egy kék effektet, amúgy tennék egy kék effektet szerintem a képre, ha minden igaz. Bármilyen szóval kicsit fog kinézni szerintem, de megpróbáljuk majd. Sőt, most meg is csinálom szerintem annyi, hogy nem tudom milyen. Mondjuk így például ide, és akkor. Amúgy jól néz ki szerintem. Amúgy jó lesz ez majd, csak nem most még, de amúgy jól fog szerintem kinézni ez így. Amúgy ez nagyon menő, úristen, ez nagyon tetszik így. Amúgy ha ezt ráfektem, mit történik akkor amúgy? Szerintem semmi nem változott amúgy. Mindegy, oké. Okay. Szóval jó, hogy jól érzed ez így, meghagyom majd szerintem ezt így. Menő. Úgyhogy nem tudom igazából. Nekem ami nincs ezzel bajom, meg igazából mindenki azt csinál az életében, meg azt csinál a dolgaival, amit akar, szóval én nem szólok ezekbe bele, csak nem tudom, én nem szeretem ezt alapvetően. Még ezt már mondjuk egy párszor elmondtam, amikor például ilyen just chattinges stream volt még régen, meg hasonló, meg azt tudom mondani, hogy én nem szeretem amúgy a hazug embereket, tehát én borzasztó módon nem. És elég sokkal találkoztam már sajnos, úgyhogy ja, nem túl jó. Jó, akkor megcsinálom a blush-t, szerintem most. Mert most ez olyan, mit tudom, amit elmondtam, hogy ha valaki nem szimpatikus valakinek, vagy nem kedveli, vagy hasonló, mondja meg neki, kész, ennyi. Nem kell itt azt mondani, hogy most mit tudom, most így, hát, amúgy kedvelek minden, aztán mondja, amúgy, amikor olyan van, akkor azt mondja, hogy hát amúgy bocs, de amúgy rohadtul nem érdekelsz, meg már nem kedvellek, de what? Elnézést? Kértője? Értitek, szóval ilyen nagyon nonsense dolgok vannak amúgy szerintem, és szóval. Ja, úgyhogy. Ami ez pont jó így. Nem tudom, ez miért lett ennyire világos, amikor mindegy. Ez egy pont jó szint találtam, I guess. Az nem csak, hogy a just chattinges streamek is az. Pont ez a szint akartam, köszönöm amúgy. Szóval hogy az a just chattinges streamekkel is, hogy amúgy igazából, hogy te ugye nincs ember által, hogy nehéz amúgy olyanokat csinálni, mert ja, szívesen csinálok, meg csinálnék amúgy, de így ez picit így nehéz megvalósítani szerintem, hogy nincs rá ember. Ugyanez például az ilyen, ha mondjuk csinálnék ilyen
mit tudom, valami Genshin jellegű content, ami itt ilyen mint egy tier listezés mondjuk, vagy csak ilyen, nem tudom, kibeszélő sót, vagy akármiket csinálni. Ugye az is ember kell hozzá kb. Amúgy többségében, hogy olyan van. Jó, lenne rá, amúgy pont ezt beszéltem, amúgy még pont stream reggel az izébe is. Mi jó Istenem? Pont ezt beszéltem a reggel a Genshinbe is, hogy Genshin streamen, hogy most ugye az a ismerősöm ugye nem ér rá, vagy mondjam, haverom ugye nem ér rá, ugye általában, meg most például nem is ér rá, csak holnap ér rá. Mert látom, hogyha szokott jönni, ugye hétvégén ér rá, hogy tanulnia kell. De most is igazából gyakorlatilag, mit én akarnék ugye keresni, mint más embert, vagy ilyen dolgokra, ugye az is nehéz megoldani, mert hát nem túl egyszerű, sajnos. Hát így kellett volna amúgy Mindjárt inkább nem csinálom ezt most, inkább meg így marad így. Ja, és akkor ezt kell effektelnem, még most eszembe. Szóval... Ugye ember se feltétlenül egyszerű találni az ilyen contentekre, meg... Ja, nem tudom. Meg én nem, amúgy nem akarok erőltetni erre senkit, amúgy alapvetően, szóval igazából... Ja, nem tudom. Nem sok ember bír elviselni mondjuk engem sajnos, úgyhogy így... Nehéz. Jó, most itt száját igazából azt most gondolom, szerintem kiszínezem, igaz? Neki kéne legalábbis. Hát ez... ez nem jó. Azon kívül, hogy rózsaszín, azon kívül nem jó, amúgy ez így, de mindegy, igen. Szóval akkor legyen akkor, hogyha mondjuk fognék egy így, és akkor így csinálnám mondjuk esetleg. Amúgy rossz izén vagyok, mindegy, megoldom majd. Hát nem igazán, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem tudom, ilyen... Kinda, azt tudom igazából erre mondani leginkább, hogy nem véletlenül nincsenek amúgy barátaim többségében. És hát most ugye ezért, hát most ugye havarmat leszámít, vagy gyakorlatilag, szóval, ja. Még őt is amúgy ezért is perem, hogy ugye streamem ugye még annál, amikor elkezdtem, hogy azóta itt van, amúgy sokat beszéltem, meg játszom, meg hasonló, úgyhogy tök rendes, normális gyerek amúgy. Ahhoz képest amúgy, hogy van közöttünk szerintem meglepett. Hát de miért? Azért már beszélt hiszem egy pár szó, de csak látszik, hogy nem vagyok százas ember, elég kettős ember vagyok sajnos. Szóval já, úgyhogy igazából ez ilyen. Hát ez így jó vajon? Lehet lejjebb, what? Nem ezt akartam. Lehet lejjebb kéne venni az opacity-t, picit. Amúgy, ez így jó, oké, ez így elkönnyű, ez így jó lesz. Szóval, ja, igazából ott, amúgy ez is igazából úgy ment, hogy... még gondolom, nem hiszem, hogy ez baj, hogy erről beszélek amúgy alapvetően, vagy nem tudom, mert igazából nem tudom, ez ilyen... I don't know. Vagy amúgy... ez igazából olyan... Hogy mondják ezt? Olyan idézésen barátsági elő dolog amúgy alapvetően, hogy ő igazából így nagyjából ebben benne volt ebbe a feelingbe, amúgy csak én ugye ezt nem... Hogy mondjam? Nekem az a baj ez a barátkozós, meg ilyen haveri, meg mitenni tematikával, hogy engem ez nem zavar, meg én tökre benne, nekem itt szokja amúgy, én szívesen barátkozok amúgy sok emberrel, csak nekem abból van rossz tapasztalatom az ilyen barátság, meg idézősen haveri dolgokból, hogy általában, mikor valaki, mit tudom, jobban voltam, meg kedveltem, meg barátok voltam, meg hasonló, mit tudom, mi amúgy, legyen az akár fiú, akár lány, amúgy mindegy, hogy utána meg nem az, hogy elmúlt ez a dolog, hanem hogy az emberek amúgy gyakorlatilag ezt csak így megjátszottak, és színlelték amúgy ezt nekem. Ez meg így, nem tudom, ezt nem szeretem alapvetően. Jó, azóta elismerem, hogy picit hogy jobban amúgy zárkozottabb vagyok amúgy, mert amúgy is eléggé introvertált ember vagyok. Szóval... Meg eléggé ez ilyen kinda magamnak való ember. Szóval amúgy, hát én általában mindig egyedül voltam, akár iskolában, akár tényleg ilyen... Így itthon is amúgy, vagy akár tényleg sosem voltam, hogy mondani ilyen társaság... Nem az, hogy kedvelő, nem voltam ilyen társasági ember. Úgyhogy... ja. Jó, ez megvan. Úgyhogy ja, ez ilyen igazából. Még ezt mondom, ezt már általában még el szoktam mondani, meg sokszor elhangzik. Nem, igazából nem azért, mert sajátani akarom magamat, mert nem erről van szó, mert amúgy engem nem érdekel, hogy most így
Nem tudom. Nem, azért mondom ezt, nem, most azért mondom ezt, mert erről van most gyakorlatilag úgymond szó, vagy nem tudom, ez most itt szóba jött igazából, nem így, ha ez van végül is, hát most nem tudok ezzel mit csinálni sajnos. Ja. Jó, megvan akkor a... Jó, oké, akkor ő igazából kész van gyakorlatilag, akkor őt kéne megcsinálnom még a szemét, jó, oké. Akkor jó lesz amúgy az esemény, vagy nagyon inkább kiszínez, mikor lesz, hogy a kék effekt, akkor lehet, hogy nem lesz annyira vészes. És tudom, hogy akkor végül is... nem tudom. Nekem nagyon nincsenek úgymond jó tapasztalatom az emberekkel. Ugyanez igaz a párkapcsolatokra is, szóval... Ja. Be a témában, hogy barátok átvágnak, elhagynak, meg az egyedüllét iskolában, stb. Én is jártas vagyok. Á, ez nem jó. Ez nem túl jó. Meg nem szabad amúgy, nem tudom. Egy nő nem éppen ilyen bánásmódot érdemelne, szerintem legalábbis. Meg hát nem tudom, most én megértem, hogy én ezt kapom alapvetően, de itt oké okay, igazából végül, és most ez van igazából, de neked nem kéne amúgy ezt igazából ezt kapnod, nem kellett volna ezt kapnod. Mert ugye ez már ilyen múlt idős jellegű dolog, ez nem sok mindent lehet már kezdeni sajnos. Szóval, ja. Nagyjából szerintem ez, ja, meg akkor leteszem ezt az effektet szerintem, és akkor az így... Amúgy, hogy annyira jó. Lehet, hogy lejjebb kéne kicsit venni az opacity-t amúgy, mert kicsit sok amúgy ez a kék, de amúgy nagyon jól néz ki. Úristen, nagyon jó. Szerintem legalábbis. Mondjuk 70-re. Ja, így jó lesz. Teljesen. 10 per 10 amúgy, ezt így elfogadom. Jó, na. Tök jó. 7 éves barátságnak úgy lett vége, hogy az illető féltékeny lett, hogy másokkal is elkezdtem beszélgetni, játszani, ismerkedni. Ouch. A szomorú. Még nem tudom, nekem ez a féltékenységi téma, ez mindig ilyen fura volt, mert nem tudom. Valószínűleg velem van a baj amúgy, és nem tudom, nem feltétlenül ez a legegészségesebb, meg esztétikusabb megoldás, de hogy én amúgy nem igazán tudok féltékeny lenni amúgy emberekre. Hát hogy mondjam, én úgy vagyok vele, hogy ha van egy ember, mit tudom, akár barát, akár még nem tudom, barát, mert ez eléggé furán jön le szerintem, de hogy mit tudom, párkapcsolatban például, hogyha vagyok, ha beszélt valaki mással, nekem nincs az alapvetően bajom, mert végül is én megbízok az adott emberbe. Szóval már a bizalmi dolog megvan. Most, ha valami olyan van, vagy tényleg esetleg ez van, hogy akkor tényleg mit tenni, mondjuk megcsal, vagy átjel, vagy hasonló, akkor még igazából nem tudok ebbe beleszólni, meg ugye megtörtént dolgokat nem lehet visszacsinálni, szóval ez megtörtént, akkor ez van. De akkor ugye nem beszélek az adott illetővel már többet, szóval ez megint benne van a pakliba. Úgyhogy, ja, nem tudom, ez, igen, ez sajnos ez elég szomorú. Őszintén szóval, főleg, hogy már 2 éve, az már, 2 év az rengeteg idő már azért, tehát, ja. Mondjuk én, és sajnos mondom, nem tudok ebbe a 2 év meg ilyen hosszú távú dolgba, én nekem általában az nekem, én megfigyeltem, és ez már gyakorlatilag ilyen Jézus kőtábla van vésve, gyakorlatilag, hogy 3 hónapnál többet az emberek nem bírnak ki mellettem, akár párkapcsolatban, akár barátságban,
3 hónap, és utána így megyek a levesbe gyakorlatilag. És ez nem vicc, hogy konkrét, annyira durva, hogy ilyen, nem tudom, ilyen nonsens amúgy, hogy így tényleg 3 és kész amúgy, és ennyi. Szóval elég vicces szerintem, amúgy. Na, zokni úr. Nem tudom, maradjon így, vagy lehet, szerintem maradhat így amúgy végül is. Oh, nice. Na, hát akkor, nagyjából, akkor egy cipőből azért nagyjából, na, legendás. Úgyhogy, na, tényleg amúgy nem jó ez amúgy alapvetően. Nem tudom, én amúgy sem preferálom azt amúgy, hogy ilyen nagyon, nem feltétlenül férfiak, nem feltétlenül nők, vagy mondjam, nem feltétlenül így unblock mondom, hanem ilyen férfi szempontból mondom, hogy nem feltétlenül szeretem azt, hogy a férfiak nagyon lenézik amúgy a nőket, meg nagyon így úgymond kihasználják, szóval ezt úgy nem szeretem alapvetően, meg nem tartom helyesnek, szóval. Úgyhogy egy nő megérdemli a törődést, meg a tiszteletet, meg a szeretetet amúgy, szerintem. Meg a törődést, úgyhogy nem tudom. Aztán mondom, lehet én vagyok így ezzel, nem tudom, tehát, hogy... Nem tudom. Úgyhogy, ja, nem tudom. Ja, de ez mindenképpen amúgy elég szomorú. Nem tudok közel... What? Tudtam az előbb közelíteni. Hát igen, ez a baj. És én nem értem ezt egyszerűen amúgy alapvetően. Hogy... Nem tudom, tehát így miért nem lehet tisztelni őket alapvetően, meg nem tudom így miért le kell kihasználni őket, meg hasonló. De hát már ez van. Sajnos vannak, meg lesznek is ilyen emberek. Csak ugye megint ugyanaz jön ebből igazából le, meg ki, hogy amúgy, ha olyan van, meg tényleg így átverik az embereket, hogy miért nem mondják meg akkor, hogy mi van, meg hogy van, mit akarnak. Tehát, hogy annyira nehéz, mit egy kinyögni, hogy amúgy mit én csak ezt akarom, vagy azt akarom, vagy kész, és akkor ez ennyi. És akkor tud az ember mindkét fél arról, hogy akkor meg lehet beszélni, vagy akkor mi van. Ez ilyen nagyon ilyen nehéz az embereknek amúgy megszólalni amúgy gyakorlatilag, vagy nem értem a koncepciót amúgy. Mert hogy gyakorlatilag amúgy, ha azt veszük alapul, most így magamból kiindulva, de amúgy nem így ez megint ez a ilyen, hogy hű, de mekkora nekem, meg hasonló, de most ha az adott volt párjaim, mondjuk, hogy azt mondják, hogy amúgy nem kell, nekik meg hasonló, akkor nem jövök össze velük, és kész, és ennyi, és akkor nincs ilyen kinda utána ilyen utóhatás, vagy ilyen utódráma, vagy értek, hogy ilyen, nem tudom. Nem leszek gyakorlatilag ilyen félig depressziós, meg félig ilyen, nem tudom, borzasztóan letört ember amúgy. Tehát egy, ja, mindegy, szóval. De hát na. Még ez amúgy az én hibám is végül is, ha azt veszük, szóval nem feltétlenül, így nem hibáztatom őket meg ilyenek, de ez van végül is. Úgyhogy én nem tudom. Szóval ilyen, vannak ilyen fura dolgok, amiket nem tudok hova tenni az életbe, de hát megtörténnek sajnos, és így vannak. És ezzel már nem lehet sajnos változtatni semmit. Mondjuk így összességében amúgy belegondolva abba, hogy ezek most oké, hogy mennyire rossz dolgok, mennyire ilyen nem túl kellemes emlékek, meg érzések, de most ha olyan az élet, mint egy videóját, egy gyakorlatilag újra kezded akárhányszor, nem tudom, rossz a mentés, vagy akármi. Most igazából amúgy nem, hogy mondjam, tehát ilyen kind, de amúgy egy csomó minden amúgy úgymond
plusz is van abból, attól függetlenül sok negatívum van belőle, hogy ezeken átmentél, szóval, ja. Persze, amúgy egyértelműen sokkal több a negatív. Nekem is van pár furi történetem, amit nem tudtam hova tenni, és még azóta se. Nekem is van sok ilyen aggódj, úgyhogy... Eléggé nagyon érdekes, és eléggé... Nem tudom, szerintem tényleg, hogyha így beszélnék róla, hogy elmesélném, az így szerintem, mindenki szerintem így ledöbbentenem, hogy vannak ilyen dolgok, amúgy az életben, de... Ja. És azt hiszem, ez nem feltétlenül inkább, nem feltétlenül barátság, hanem inkább párkapcsolati jellegű dolog, de hogy így, ja, az így, ja, mindegy. Úgyhogy, nem tudom. De tényleg sok minden, hogy mondjam, tehát hogy attól függően rengeteg minden plusz van ahhoz képest, hogy sokan negatívum benne, szóval. Így. Jó, picikét fáj, picit tönkretesz, meg picikét meggyötör, de amúgy összességben úgy sok minden, ezt beszéleztem, mindegy, sok minden plusz is van benne azért, hogy legalább tanulsz belőle, meg összességben úgy segít azért jobban így átlátni a dolgokat később, esetleg, hogyha úgy van, bár mondjuk mondom, még az átlátni dolog is gyakorlatilag olyan, hogy amúgy én is ugye, amikor úgy voltam, hogy ez megvolt, meg történt, hasonló, akkor úgy voltam, hogy akkor nem lesz több, és ugye beleszálltam ebbe újra és újra, szóval, igen. Kinda, nem túl kellemes így meg hasonló meg. Az vagy, hogyha az érzés meg a feeling megvan, akkor utána már bármit csinálsz, nem tudsz mit kezdeni vele. Gyakorlatilag az érzések meg a vágyak gyakorlatilag erősebbek, mint amúgy a gond... Józan épész gyakorlatilag, szóval, és ez nagyon durva. Hogy mennyire nem tudsz egyszerűen... Nem tudod az ember amúgy gátat szabni annak, hogy amúgy mit akar. Meg mit szeretne. Olyan nincs gond, persze, mert hát, ja, de... Nem tudom. Na igen, az a baj, ha haján meg kéne vagy csinálnom, hogy ott hát egy picit világos, csak most azt nem tudom, hogy ezt hogy csináljam így, meg hogy akkor itt húzok egy effektet, és igazából úgy megoldom, vagy hogy... Most ott igazából ott van egy kis elől, egy kis világos tincs, az nem annyira vészes szerintem. Hogyha azt megoldanám úgy, annyira kéne nekem ez. És akkor itt, ha mondjuk húznék, mondjuk például így egyet, és akkor így megcsinálnám. Pölö. És ja, nem, ez kell nekem. Igen, mindig elfelejtem, hogy kell egy másik layer amúgy, hihetetlen. Igen. Mi? Ja, oké. Na így, aha, így jó lesz. És akkor ezt megcsinálom, és akkor, hát mit tudom én, mondjuk egy így nagyjából, aha, így jó lesz, oké. Annyit kikeradírozom, hogy véletlenül kimentem belőle. Most ott igazából, vagy radírozzam, ki nem kell az oda. Kb. 10 perc elt... Ja? Ja, oké, nyugodtan. Még valószínűleg maradok amúgy szerintem még egy jó kis ideig. 10 perc, még 10 perc múlva még valószínűleg itt leszek amúgy, szóval. Engem kiradírozom szerintem, ja, amúgy jobb lesz ez így. Jó, oké. Ja, ez így jó lesz. Nem tudom, hogy a haja milyen hátul, amúgy most az is barna, amikor belül, most nem tudom, hogy belül amúgy szerintem amúgy mindegyiknek amúgy ilyen világosabb, szóval nem tudom. Szerintem jó lesz amúgy, I guess. Talán. Bízunk benne, hogy jó lesz. Annyi, hogy nem tudom, hogy fogom megcsinálni azt. Most a hátteret igazából, ki kéne színezni a hátteret is, nem? I guess. Most az milyen színűre?
Ez de nagyon jó kérdés amúgy. Hát fogalmam is így. Most ilyen barna nem hiszem, hogy kéne a haja véget, szóval kéne lehet egy másik hasonló jellegű barna, vagy nem tudom most már igazából itt amúgy. Hát kerestek egy hasonló jellegű sárgás szín, de sárgás szín, de megcsináljuk. Csak ki kéne ez a golyóit is. Mint a, ezt a golyót, ezt itt. Szóval, ja. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy jó dolog lenne, és ez is látszik amúgy. Nem durva, úgyhogy mennyire, nem tudom, olyan feketé vagy úgy van csinálva, hogy amúgy látszódik a ez, hogyha bele van színe, ez nagyon durva, nem tudom ez így hogy. Na mindegy, valószínűleg tennék rá egy ilyen fekete réteget, valószínűleg nem látszódna, de nem akarom akkor, az a nagyon sötét lenne a kép is, az meg nem annyira jó. Ha engem kérdeztek, jó, Radír. Jó, ez így jó lesz szerintem, és itt még fenn megcsinálom ezt a részét. Na, jó, a hátteret... What? Hogy csináltam mindegy? Hátteret illetően pedig mi lenne akkor, hogy keresnénk egy ilyen sárgát mondjuk például, és akkor ezt betenném ide. Ha engedi az eset is amúgy, hogy átszínezzem, köszönöm. Ja, nem feltem szembevágom azt, hogy mindegy, és akkor... Talán... Ja, igaz, talán így jó lesz. Na, még annyit tudok csinálni, tudok tenni rá egy, mit egy picit ilyen izé réteget így, ha úgy van. Ilyen világosabbat, még nem tudom, mit történt amúgy az idén szava. Talán egy picit fakóbb lett, I guess, bár nem tudom. Na mindegy, ja, szóval, hogy tudnék ilyet csinálni, de... Me? Jó. Mi kell nekem? Ja, ez nem kell most, igen. Ezért akartam megcsinálni, hogy... Ruháját, igen, ruha. Hát ez fantasztikus. Szóval... Igen. Mert amúgy ez fehér, ez a része. Ez most nem tudom, hogy szerintem valószínűleg. Átszínezem, de amúgy ezt nem tudom annyira átszínezni. Igen. Sőt, szerintem amúgy ez... Hát maradjon így. Mert hogy maradnia kéne így, mert amúgy ez így is jó. Most úgy, ja, most átszínezem, sötétebb lesz igazából, és whatever. Igen, ez... Igen, itt felül meg, hát itt felül fogalmam sincs amúgy. Most ilyen sötét barnát szerintem elkezdem, és maxit kihalmányítom a kezénél majd szerintem. Ugye ezt kiszínezem sárgára, ezeket a vonalakat, amúgy körülött az... Hát kiszínezem az is sárgára majd a kezénkkel, ugye azokat a festéseket majd. Hát, meglátjuk, hogy tudom ezt megoldani. Picit macerás, de ez van. Na igen, és akkor ugye ezt kell így... Ja, ez így jó lesz. Na, megint nem közelít amúgy. Yeah.
Én amúgy azon gondolkozok, hogy amúgy aki csinálja a skinek, meg tök jól, meg hasonló, de hogy egy dolgot nem értek, hogy amúgy most gondolnak a készítők arra, vagy nem gondoltak bele abba, hogy miért nem csinálnak amúgy Arkham War-os skineket? Hogy így, hát, elnézést, de így, miért nem? Hogy értek, gyakorlatilag ez már nem is az, hogy ilyen, hogy mondjam, szerintem, sok ember van biztos úgy, mint jobban néz ki például az a alap zsonginak a kinézete, amit mondjuk ami most ugye játékban van például, vagy hogy mondjam, értetek, hogy így, nem tudom, az arkonos formájuk amúgy jobb, de nem tudom, így nem csinálnak amúgy valami, és így nem értem, hogy így jönnek ilyen random, hogy diluc skinek, meg mit ajaj a skinek, és így what is this, amikor ott van az összes arkon, amúgy könyörgöm, hoyoverse, kérdőjel. Erre eszembe ez az izé mém, amikor tényleg ott van az izé, egy csámot mutogat az izére, hogy gondolkodjál, és akkor így, what is this, és miért nem gondolkozik amúgy a cég, így, what? És ahogy hiszem, biztos, hogy lenne olyan ember, aki megvenné, 110% amúgy van olyan ember, aki megvenné amúgy, és nem csinálnak, így, what is this? Érdekes, na mindegy, szóval elég fura. És ez maradhat így, amúgy nem rossz ez így ebből a settingből, ha azt veszük. Igen, itt ez ilyesmi lesz szerintem. Ez lesz egy fantasztikus mechanika itt most. Yeah.
Na, szóval, ja, nyakán is ki kell színeznem mindig. Ja. És igen, és akkor úgy van, hogy kell ilyen a kockáknak, itt ugye ide. Kell, akkor ugye ilyen ezüstös jellegű ide a külsőkre. A sárgára, ott a nyakánál is gondolom akkor sárga, ja ott is sárga. Még itt ilyen sötétebb van, erre megcsináljuk itt ezt a részét.
Ja, ezek amúgy éhes lenni. Ez a nagy probléma. Na, vajon a zsongli ulti az, az a golyóhoz hogy néz ki? Nagyon jó kérdés. Mi van, azt hiszem egy képem, azt mindjárt keresem. Orvosom a problémát, mert amúgy van egy, pont tökéletesen passzol ide a kép amúgy, ami van nekem. Meg kell találnom az viszont először is. Igen. Na most... Én vak vagyok. Megtaláltam. Van pont egy tökéletes ide passzoló képem amúgy most pont a golyóra illetőleg, úgyhogy tök jó. Szóval... Na, tada! Itt van Monsieur golyó. A golyót kéne kiszíneznünk akkor. Szóval kell nekünk ilyen sárga először is. Sárga, ilyen ide. Ide elnevezzük. Hát azt hittem, hogy hojó. De... Jó, szóval gég, igen. Szóval golyó. Golyó. Köszönjük. Szóval golyó, és őt kell kiszíneznünk ugye itt, sárgára. Amúgy elkérdezzetek, hogy miért ezt érzem ki elsőnek, amikor amúgy pont ezen a végén utolsónak ugye, hogy ezt kell macerásra, de mindegy. Ja, mindegy, hogy igen. Ne kérdezzétek. Azon az én mechanikai dolgaimban nem kell keresni izéket. Ah,
Na jó, szóval az enyémben nem kell logikát keresni, mert nincsen gyakorlatilag. És akkor ez kell ugye még itt. Na, most ugye most körbe kell ugye, sajnos így óvatosban, mert ugye nem tudom az egészet sajnos. Na mindegy, ez van. Hát így jobban néz ki, hát így jobb lesz. Jobban átadja. Na, amúgy kész a zsongli is, tök jó. GG. Legendás. Jó. Monsieur Zokni úr. Na, hát igazából nem tudom. Kinyitom az ablakot majd szerintem. Mi legyen a terv? Amúgy, melyik zene? Egyet sem meg tudom csinálni, hogyha úgy van. Egy képet, még ebben a teljes mértékben benne vagyok. Amúgy nem kezdek szerintem nagyon macerásba bele, I guess, hanem valami nem tudom olyat. Mondjuk... Ja, ezeket nem csinálom meg, mert ezt majd, hogyha majd itt lesz a Máté, akkor úgyis mert neki kellnek ezek a jó kis child meg vízlis képek, úgyhogy ezt neki, ezt ő szereti, úgyhogy ezt nem csinálják meg. Ezt talán meg lehetne csinálni, ez nem annyira vészes. Kinda. Mert más nagyon nem igazán látok. Az a baj, hogy most csinálni kell, most pasis képet kéne csinálni, csak azért is amúgy, mert jöttetek, de ja. Ja, ezt megcsinálhatjuk, ezt támogatom. Csak kell még materiált szereznem. Na, sikerült visszajönni? Jaj, nekem, ja, úgyhogy szerintem még, ezt még megcsináljuk szerintem, I guess, és akkor ja... kell nekem akkor szerezni materiálképet először is. Mondjuk ez most itt kimonóban van, úgyhogy ez picit macerásabb lesz szerintem. Gondolom én. Nem? Így inkább, mert akkor legalább kell a... kell a izé, és miből van, és hogy egyszerűbb megkeresnem, mint amúgy. Szóval, ja.
Jó kép. Ó, oh, itt van pont. Miért van az, hogy az első kimonós kép, amit meglátod gyakorlatilag, az az, hogy fekszik az ágyban. De miért? Mindegy. Feltartottak a kutyák, mert most jött rájuk, kajászhatnék. Ja, játszhatnék, bocsánat, kajászhatnék? Hát nem tudok olvasni, úgy veszek meg. Az a baj, én meg fontos, hogy éges vagyok. Lehet, hogy azért, nem tudom. Hát ez, amúgy lila kimono van rajta, ez bárkit is érdekel mondjuk alapvetően, hogy itt meg... Kettő kérdés, egy kérdésem lenne amúgy. Miért van az összes kimonós képen? A szerencsétlen ágyam fekszik amúgy. Ez aki magyarázza el nekem. Mindegy, oké, okay, köszönjük. Jó, felől nem? Na jó, oké, okay, jó, ennyi, oké. Okay. Jesus Christ, jó, ez egyre durva és durva dolgok vannak itt most már. Kérdőjel. Én csak egy egyszerű képet szerettem volna, kedves Chrome, köszönöm. Igen, az a baj ezzel, hogy amúgy... Itt most a fény, de itt lila amúgy, de akkor... Mi? What? Ez kezd fura lenni, itt meg ilyen szürkés, de amúgy meg a minta az stimmel, szóval amúgy ugyanilyen izé van rajta. Igen, ilyen, hát ilyen... Nem én akarom igazából, én csak egy kimonós képet kell, hogy a karakterre legyen valami materiálom, de már igazából itt már nem tudom, hogy gondolnak rám az izék, gondol rám a kedves Chrome gondolom, vagy nem tudom. Mindegy, szóval, ja nem tudom, ez hogy sikerült, de igen, szóval nem. Nem a magam szórakoztatásáért csinálom, hanem kell egy képemből tudok dolgozni, de... Hát ez... Kéne, hogy látszik a szeme is, az a bajom... Érdekes számom, mert amúgy ilyen... I don't know. Majd a magam szórakoztatása, majd offstream egyértelmű. Ez? De itt is amúgy... Mi? What? De nem értem. Amúgy... Jesus Christ, na jó, amúgy nem bírom egyszerűen. Elmondottak amúgy, nem is azt írtam, hogy kimonós kép, csak a karakterről keresek képet jelenleg amúgy, de oké. Okay. Ide második képen kimonóban van. Örülök neki, fantasztikus. Nekem úgy egy arckép, nekem úgy egy szemről kéne kép amúgy, nem tudom, ez az egyetlen szerintem, amit fel tudok használni szerintem. Amúgy természetesen amúgy Edge-es, Microsoft Edge-es amúgy, hogy rágjam le a lábúj körmét amúgy valakinek, komolyan mondom, hát hihetetlen amúgy. Tehát lehet egyszerűen paint-el ki, mindegy. És mindjárt lekikapcsol a tévé is amúgy, imádom, örülök neki. Ez minden vágyom kikapcsolni a tévé is. Ja, szóval, igen. Nagyjából sikerült szerintem megszereznem minden olyan dolgot, ami kell hozzá, hogy megcsináljam ezt a képet. Úgyhogy reménykedek benne, hogy jó lesz. Ja. Na, kell nekem egy olyan akkor, hogy a fotósokat kinyomom, mert tudom, össze fog úgyis bugolni, meg akkor ezt a képet megcsinálni szerintem. És ezt megcsináljam, és szerintem utána akkor majd megyek, I guess. Mert úgyis már ennem is kell, edzenem is kell majd. Ja, de úgy tök jók lettek végül is, amiket csináltunk, úgyhogy, ja. Új létrehozás, és kell nekem akkor a mérete. 85862, nem ezt akartam megnyitni. 85862. Elvileg, és ha minden igaz, akkor most ugye behúzom, akkor jónak kell lennie. Biztos, hogy kedvéért, amúgy már egy egyszerű, mint ha behúzom, hogy akkor össze szokott, és nem szokott működni. Mondjuk, ja, ez nem pixelesebb lesz a kép, amúgy azért kellett ez a szemes kép, de mindegy, akkor majd ezt is beteszem a biztonság kedvéért, de amúgy nem fogok kellene, lehet. Tök jó materiálképet találtam, amúgy tök jó izéje van, felbontása. Úgyhogy mindegy. Na, szóval vissza akarok, hogy lássátok amúgy közben. Úgyhogy, ja. Na, ezt még megcsináljuk. És akkor tök jó lesz nekünk. Elég sápadtam, úgy itt a képen, már nem azért úszfanytér. Hát nem tudom, meglátjuk, mindjárt meg orvosom a problémát majd valahogy. Ez hogy lett? Hogy lettem ugye, mindegy, nem, hogy lett róla színem, hogy valaki fejtse meg nekem, ez hogy sikerült? Én ebben hogy tudtam róla színt kiszedni ebből a színből? He? What? Mi? Érdekes. Mindegy, kell nekem egy olyan, hogy...
Igen, csak ezt kéne, ebből kéne valamit alkotni. Most. 10. Nem. Ha erre felek, ennyire sok kellene hozzá. Mondjuk. Akkor legyen 40, talán az 50 mondjuk mindegy, igen 40. Ez vissza nullára, hát igen. Minusz 10. Ja, így jó lesz, oké. Max, ezen még világosítok majd, hogyha úgy van. Ja, ezt ne kéne esni nekem. Így. Például ugyanez amúgy alapvetően egy kimono amúgy tök jól áll amúgy csomó nőn amúgy, tök szép amúgy alapvetően. Így a ruhára visszatérve amúgy, mellékesen. A kimono is pont egy olyan dolog, ami amúgy ilyen kinda amúgy úgy van tök jól néz ki. Mondjuk ha... amúgy ha belegondoltam. Nem, amúgy ha belegondoltam, csak gondoltok bele, hogy logikusan. Ha belegondoltok, amúgy az összes olyan ruha gyakorlat, ami kevesebbet akar, az amúgy, azok jók amúgy. Na, én amúgy feladom, ez amúgy, én nem értem ezt amúgy egyszerűen. Jó, ez jó volt kéz, ez egy paradoxon amúgy veszek meg. Ez hivatalosan is paradoxon most már, innentől kezdve. Ez egy ördögi loop amúgy. Én feladom, én kész, én feladom. Hát miért női szemmel egy kimono nem néz ki jól? Javíts ki, ha tévedek, I guess, nem tudom. Nem arra felmondom, hogy kevesebbet akar, csak arra felmondom, hogy ez nem tök jól néz ki a kimono. Én is szeretem az ilyen japán stílusú ruhákat, meg dolgokat, úgyhogy ja, a kimono meg szerintem kb. A best amúgy ebből a kategóriából. Ennyire, hogyha férfi szemnek jobban, amúgy ennyire lehettem a Raiden main helyett Yoimi a main is amúgy, ott kevesebb a ruha rajta, mint a Raiden vagy a Zayn a Mikon mondjuk. Attól függetlenül, hogy kimonót visel. Mégsem lettem Yoimi a main. Mik lehetek végül? Így áttérek a Yoimiára, igen. Az én szemem az teljesen más működik, mint egy átlag emberi veszek meg amúgy. Én látom a potenciált a ruhákban. Kérdőjel, nem értem. Az a baj, minél inkább este, minél inkább, nem tudom, megkettyósodok amúgy, fogykos leszek sajnos. Ezt szokjátok meg, amúgy este fel velem kommunikálni, az életveszély gyakorlatilag. Nem tudom, miről beszélek már a napján. Akkor neked, Daphne, így női szemmel, te mit tartasz szépnek egy ruhába mondjuk? Vagy női ruhába, érted? Női ruhába. Mi az, amire azt mondod, hogy ez igen.
Vagy nem tudom, hogyha nincs olyan, akkor nem tudom, akkor úgy nehéz. Még nem mint annyira, én majd nagy női ruhaszakértő lennék, vagy igaz, hogy hazateszem, vagy nem tudom, hogy milyen ruhák vannak amúgy, szóval azért. Max látásból ismerek női ruhákat, így izében nem feltétlenül egy név alapján mondjuk, az igaz. Én meg ugye nem hordok ilyeneket, szerencsére, úgyhogy nem tudok így iratkozni ezekről. Tipik női ruházat, férfi ruhákba jelsz, vagy what is this? Vagy nem, vagy nem veszel fel ruhákat, nem értem amúgy most ez így, what? Elnézést maga ön. Ez a két opció igazából, vagy férfi ruha, vagy semmi igazából, most így más ruházati eszközre nem hallottam még. Katonai cuccok, férfi ruhák sokkal kényelmesebbek. Hát, nem tudom, nem hordtam még, de biztosan úgy. Jól néznek ki persze, amúgy alapvetően azok is, abban is vannak tök jók. Nem tudom. De akkor éneket szoktál felvenni? Mondjuk, azért azt nem tudom, mondjuk, hogy szokták ezt mondani amúgy? Mert hogy most nem rosszban alapvetően, meg azért nincs az a baj, hogyha félfüleg ezt meg hasonlóan, nem tudom, ilyen azért dolog, de hogy amúgy alapvetően, akkor végül is ilyen azért, vagy nem azért, hanem érted, hogy ilyen fanboy vagy? Vagy nem tudom, hogy szokták mondani, vagy nem tudom, hogy van, vagy mint van, mert én nem értek ezt a dolgokhoz, mert nekem az ilyen szakszak, meg ez egy távolnak tőlem, mint Maku Jeruzsálem, tudja, hogy én olyan szinten boomernek érzem néha napján magamat, amikor beszélgetek emberekkel, hogy ez félelmetes, nem tudom, sok mindent nem tudok. Én le vagyok ragadva ott, hogy gyakorlatilag föld lapos köböt, gyakorlatilag. Mert ugye a fanboy nők szoktak általában ilyen férfiasabban, vagy nem tudom, ilyen úgymond férfi ruhákban járni, meg ilyen bőbb ruhákba, pöle, azt hiszem. Hát egy kicsit világos amúgy, de lehet, hogy fene se tudja, mi a pontos megnevezése. Hát most, akkor úgy kérdezem, hogy gyakorlatilag akkor inkább veszel fel férfi ruhákat, meg ilyen férfiaknak fiúsabban öltözködöl, mint nőiesebben, akkor így kérdezem akkor. Hát így egyszerűbb amúgy a válasz, vagy nem tudom, a kérdés. Gyakorlatilag. Igen. Ja, I see. Hát nincs az a baj most végül is. Nincs az a baj. Ami a fanboy nőkben is, hogy van valami megnyerő alapvetően, szerintem legalábbis. Mondjuk, nem azt mondom, hogy az összes fanboynak, mert nem hiszem, hogy ez így működik, csak hogy szerintem a többségnek amúgy általában rövid a haja, vagy rövidebb a haja. Én úgy alapvetően pont szeretem, hogyha nőnek rövidebb a haja. Mert tudjátok, ez ilyen kleós jellegű haj, az ilyen, nem tudom, nekem tökre megnyerő, szerintem. Tökre bírom a kleós hajú lányokat. Alacsony rövid hajú, az tök jó. Szerintem. Ez jó lesz szerintem így. Kell nekem haj. Most a haja az most ilyen milyen? Most az ilyen vegyes tüzelés, nem? Elvileg. Nem tudom, ilyen nagyon fura, hogy mert zöld, nem, hogy nem zöld. Nem mindegy, érdekes. Ez jó lesz szerintem. Picit ilyen neon hatással, nem tudom, azt most nem hiszem, hogy visszafogja adni. Bármi lehet visszaadja, nem tudom, meglátjuk majd. Hát végül is. It's okay. Jó kis vegyes tüzelés. Na jó,
Úgyhogy, ja. Neki kéne szerzem a fülénél, mert akkor meg szerintem, hogy ráfektelek, áigat, meg nem, mert ott... Hát, ráfektelek majd, ott barnás a vége igazából, szóval kiszerzem zöld, és ráfektelek majd. Végül is. Nem is szoktál semmilyen izét hordani? Vittem ilyen... Vagy nem tudom, vagy csak ilyen alkalmanként, hogyha olyan van. Ja, ez, ja, vágasz, vágasz, hát, ja. Mégis egyértelműen abba legyél, meg azt viseld, amit igazából kényelmes, meg szeretsz igazából egyértelmű. Csak hát ugye, ha néha muszáj akkor, hát ja, muszáj akkor. Még gondolom, azt hiába kérdezném, meg gondolom, de hogy amúgy, mert nem tudom, ez hogy működik, de szerintem amúgy az is azért gondolom, hogy akkor ilyen picceket gondolom, fiúsabb, most viselkedsz gondolom, nem? Így személyiség, ugye, vagy nem tudom, így megnyilvánul a szempontjával, vagy nem tudom. Hát nem azt mondom, hogy egy paraszt ember, vagy nem azt mondom, csak hogy érted, hogy ilyen, nem tudom. Nem tudom, igazából. Nem ilyen tipik pasi, nem ilyen csak nem tudom. Még tesóm is kb. Ilyen, amúgy ő is az inkább ilyen, még mostában nem annyira, már szerintem lehet, hogy nem tudom, az ilyen még, amikor még talán fiatalabb voltál, akkor nem tudom. Az a szerencse, hogy én nem kezdtem ilyen, nem tudom, nőiesen öltözködni, vagy az a szerencse, gondolom, nem tudom. Még nem késő még elkezdeni. Igazából nem késő még elkezdeni. Viskedés és személyiség szempontjából is fiúsa vagyok. Á, I see. Hát jó, az, hát figyelj. Nincs ez a baj. Amíg igazából végül is úgymond, hogy mondjam, viselkedés szempontjából, meg személyiség szempontjából nincs vállalatú feltétlenül baj, hát igazából az a teljes időben az jó amúgy szerintem. Meg hát igazából mindenki gyakorlatilag ugye a legjobb, hogyha elfogadja magát amúgy kb. Ahogy van. Még amúgy az a vicces tényleg, hogy amúgy ahhoz képest, hogy mennyire nőies személyisége van, ahhoz képest nem öltözök nőként, az még elég vicces szerintem. Nem tudom. Mondjuk amúgy is jó.
Amúgy igazából az is vicces, amúgy, hogy gyakorlatilag amúgy, aki női esetközök és pasi az nagyjából inkább meleg gyakorlatilag, de ja. Szóval tehát, nőben ez a, működik ez a nőies öltözködés, pasiba ez nem feltétlenül annyira működik. Tehát egy ilyen nem igazán van szerintem pasiba, vagy nem tudom. Mondom, max esetleg, hogyha meleg, akkor esetleg akkor az benne van a pakliba, mert akkor úgy értem a rácot, a logikát benne, de vagy így fordítva esetben nem működik szerintem, vagy nem létezik ilyen szerintem. Én legalábbis nem láttam, tehát hogy fennbolyokat láttam már, de még nem tudom, ez boy girl, vagy nem tudom, hogy szeretném mondani, de hogy nem láttam még. Nem, mi? Most fülyes beszélem, és így van szerintem amúgy. Nem mindegy, szóval, ja, úgyhogy nem láttam még. Egyszer, hogy adnék egy ilyen jó kis izét, így elvitt eszembe egy ezzel a beöltözködés meg ezért, hogy amúgy egyszer adnék egy tök jó cosplayt amúgy magamon. De tényleg. Most pont, amúgy belegondolom, hogy abban pont, hogy mit tenni, jó, nem feltétlenül szerintem vennék fel, hogy mondjam, max úgy vennék fel szerintem ilyen vagy Kafka, vagy a Raidenes kosztümöt szerintem, hogyha ilyen, nem tudom, vagy még a Raidenes még talán az egyik is kimono, az nem annyira vészes, mondjuk egy Kafkából azért mondjuk ott, I don't know, nem tudom, mindegy, de vagy összességben amúgy, nem tudom, max ilyen férfi edition, vagy nem tudom, de vagy amúgy tökre, nem tudom, megnézném úgy milyen például, meg amúgy nem tudom, I guess, nem tudom végül is. Biztos jó lehet amúgy ilyen cosplay ez meg hasonló dolgok. Ezt lehet beöltözni, azt lehet ami ezért jó karakternek, mert tök jó csávú lennék, ami végén ki tudja, hát most értitek. Cosplay, meg egy kis mink, meg paróka csodákra képes amúgy. Gyakorlatilag. Ez olyan, mint nőknél a sminkelés amúgy gyakorlatilag, egy pár kiló smink és gyakorlatilag szebb vagy, mint a nem tudom. Tudom azt, hogy egy gyerek amúgy, szóval. Ja, végül is. Gondolom akkor nem is szoktál sminkelni. Még nem feltétlenül van köze a sminkelésnek amúgy ez, mert amúgy szerintem a sminkelés amúgy eléggé ilyen fölösleges dolog, I guess. Nem tudom. Majd én, nem tudom, én nekem nem az a bajom által nőni, hogy sminkél magát, hanem hogy amikor olyan túlzásba viszi, és így, what? És egy nem kell az egy nőnek sminkelni magát, hanem hogy szép legyen. Nem ez ilyen, nem tudom, ez elég érdekes logika nőknél. Értem, hogy szebb lesz tömeghasa, de nem feltétlenül kell minden nap, meg a nap 24 órában sminkelve lennie. Időpazarlás meg zavaró legalábbis nekem, ja, ICIC. Azért mondom, hogy amúgy most nincs ez, most érted, hogyha... Hogy mondjam, tehát, hogyha érted, jól nézek ki a nélkül is, meg amúgy is, most igazából... Ez ilyen plusz dolog most. Hogy mondjam, ez olyan, hogy nem veszel fel mondjuk például mindig mondjuk esetleg ékszereket mondjuk például. Ez ugyanaz a sminkelésnél, hogy nem kell mindig sminkelni magát egy nőnek, hogy nézzen ki valahogy, vagy nem tudom, szóval ez ilyen... I don't know, nem tudom. Vannak, igazából nekem az a fő probléma, hogy nekem nagyon sok olyan dolog, hogy nem érdek a nőkbe amúgy, de tényleg borzasztóan nagyon sok minden, és nem értem. És így what is this amúgy? Én néhány nőnek hozzá eset nem értem amúgy valamihez, hogy amúgy... Így, nem tudom, hogy mondjam. Így mondja magára, mennyire ronda, meg nem néz ki, meg hasonló, és amúgy gyakorlatilag tök jól néz ki. És így nem értem a koncepciót. Így honnan jön az elképzelés amúgy, hogy így what? Nincs ott tükör? Vagy mi történt amúgy? vagy idegében összetört és így nincs? Vagy nem értem amúgy. Mert tudom, kettő dolgot tudok elképzelni. Hogy vagy nincs otthon tükör, vagy épp az adott hónapban már is összetört amúgy. Ennyit tudok elképzelni gyakorlatilag. Tényleg semmi mást amúgy, mert mit? What is this? Értitek? Tehát, hogy van tükör, belenéztek és kész. És így what? Na mindegy. Ezek szerint mind ilyenek voltak amúgy, hogy így nem értem a koncepciót, hogy tök jól néznek ki, és így azt mondják, hogy nem. Hát, oké, kérek elnézést. Nem azt mondtam, hogy itt ilyen, nem azt mondom, hogy mit tudom, hogy mondjuk akár az exeim, vagy akármilyen nőre, hogy most így ezek az ilyen hűden olyan top kategóriás nők meg hasonló, de hogy így nem csúnyák, vagy értetek, hogy így nem
Te jól néznek ki, meg szépek, meg csinosak, és így nem, és így hát jó, oké, még érek elnézést, szóltam akkor, akkor nem vagytok azok, hát most Istenem, hát mit csinálják amúgy én ezzel? Szóval nem, én nem tudom, nekem néha napján ilyen fura dolgai vannak, hogy így nem értem a koncepciót amúgy. Még igaz, hogy amúgy sok ember által nem szereti, amúgy, nem szeret a saját bőrébe lenni, ezt aláírom mondjuk. Én sem szeretek mondjuk, tehát az aláírom. De nem is ezek jól, ez egy megint, ez megint, megint másik dolog. Igen, viszont csak nyitom az ablakot, pill... Ja, visszajöttem. Literált rosszatása, mivel nem úgy néz ki, mint a kedvenc TikTokos, aki mesélésen néz ki, így már sunyának, hogy látja magát. Hát ja, a TikTok, meg az Insta, meg az ilyen helyeken amúgy igen eléggé jöttjek. Még ugye én nem vagyok egy social media fan, meg hasonló, szóval én nem tudom igazából. Nekem gyakorlatilag amúgy Facebookom is csak kb. Azért van úgy, mert régen még annó haverommal, hogy ugye beszélgetni kellett, akkor úgy azt hiszem, keresztben gyakorlatilag szomszédok voltunk, szóval így, ja, ez így zárja bezárva, és ugye úgy beszélgetés szempontjából ugye emiatt lett csináltat, vagy ő csinálta nekem meg akkor még annó. Én ugye amúgy nem akartam, és nem is voltam úgy, szóval, na mindegy, szóval elég vicces amúgy szerintem a szituáció, szóval én nem vagyok annyira nagy ennek a híve őszintén, szóval, tehát így, régen ugye sokat néztem például YouTube-ot, most sokat nézek amúgy gyakorlatilag, de Twitch-en is például ugye, hogy van még, úgymond régen sokat Twitch-eztem, úgy most már hogy streamelek, és most már ugye dolgozok is, annyira nem feltétlenül nézek sok Twitch tartalmat, de hogy YouTube-ot sem már annyira, szóval YouTube-on is követek egy pár embert, még annó, meg régebbről, de hogy azokat sem annyira feltétlenül nézem, max, ugye van időm meg, tényleg úgy hozok kedvem, de max YouTube-on zenét hallgatok, vagy ilyen vicces videókat nézek kb. És ennyi. Úgyhogy, hát igen, nem ugye ez ami főképpen, de nem tudom, tehát ott is igazából, az a baj, ezt sem feltétlenül tudom megérteni, hogy amúgy ott is gyakorlatilag a nők többsége amúgy ilyen borzasztóan vékony, vagy hát relatív, attól függ, hogyha azt nézzük, mert most inkább által mindenki azzal van elfoglalva, hogy ugye nagyon kövér, és a túlsós esetleg vagy hasonló, és ugye szeretne mondjuk olyan savány lenni, például valamelyik, nem tudom, ilyen híressé vagy hasonló, és amúgy nem tudom, szerintem nem kell amúgy, tehát hogy értem azt, hogy sok ember meg pasuljon vele, hogy szereti a vékonyokat, meg hasonlókat, de amúgy nem feltétlenül kell ilyen csont gebének lenni szerintem amúgy ahhoz, hogy tetszem valakinek, vagy nem tudom, legalábbis én nem hiszem, hogy az annyira jó. Én is régen így voltam vele, utána évek, de hogy így idővel rájöttem arra, meg átértékeltem azt, hogy amúgy nem kell, tehát hogy igazából én, ha oké, legyen vékony, aláírom, nem azt mondtam, hogy ez legyen 200 kiló, meg mit tudom, meg hasonló, meg ilyenek, hanem hogy vékony, vagy legyen esetleg molett amúgy. De nincs azzal baj alapvetően. Sőt, amúgy hozzáteszem, hogy nem tudom, én például, így személy szerint, nincs benne a vékony nőke, de például nincs azzal se baj, meg azt is preferálom esetleg, hogyha egy nő mondjuk ilyen, hogy mondjam, ilyen tics, vagy értitek, hogy ilyen, nem tudom, hogy mondjam, vagy a fogás, vagy nem tudom, hogy majd értetek, hogy ilyen, nem tudom, tehát azzal sincs alapvetően bajom. Nem feltétlenül úgy mondom, hogy ilyen úszógumi jelleg, vagy értetek, hogy nem így akárhol mondjuk értetek, bármilyen, tehát testrészén mondjuk alapvetően, picikét mit tudja, értetek, hogy meg amúgy is
Ezt nem tudtam, mondjuk alapvetően, de hogy amúgy ha nem is eszik, akkor ugye nem úgy feledik amúgy a teste a nőnek, szóval ja, tehát még nem lesz mit tenni, még tudom mondjam, így vékony nőnek például nem lesz amúgy nagyjából soha az életbe kb. Melle meg feneke mondjuk, hogyha nem eszik fölött, tehát így ez nem fog így működni gyakorlatilag, úgyhogy ez meg is voltam lepődve, hogy ez így működik, és így ok, szóval így, ja. Úgyhogy, kell amúgy. Viszont éppen köszönöm ezt a jó kis beszélgetést, további szép estét, bye bye. Oké, oké, szia, szia, köszi, hogy itt voltál. Meg örülök, hogyha elveszted. Ja, ezt valahogy meg kéne úgy oldani, hogy hát igen, nem fogom tudni rá effektelni. Úgy, mert itt ugye a fülébe belül kéne. Max, itt, ha itt kijelölném körbe, akkor esetleg talán. Ez kell nekem. Itt mondjuk körbe jelölöm, és akkor itt ráhúzok egy ilyet. Mi? What? De... Mi? De hogy? De kijelöltem. Hogy csináltam én ezt? What? Felold? Nem. Valami... Ja, hogy ja, gondolom, oké, tudom mi a baj. Jó. Igen. Hát nem tudom akkor viszont hogy kéne, mert igen, akkor ez nagyon fog látszódni ott a izé miatt. Talán így, ott nem kéne mondjuk pont, de mindegy. Így nagyjából jó lesz, ha. Igen, elfelejtem, hogy kijöltem véletlenül. Így nagyjából jó lesz, hogy picit legalább látszódjon, hogy olyan ja, füle. Csak itt meg hát... valaki kéne színeznem, akkor meg itt ugye körbe kéne ezt valahogy mókolnom. Na jó, akkor kezdjük úgy, hogy mondjuk innen... Na mi? Nem ezt akartam, nem. Igazából itt kéne majd körbe mókolnom. Vagy igazából nem is kell körbe mókolnom. Elég legyünk, ha így megcsinálom. Így, így. Mondjuk így ide, így, és akkor nagyjából így, aha. Köbe. És akkor meg tudom ezt úgy csinálni, egy nagyon okosba. Ja, köbe. És akkor elvileg... Hogyha itt mondjuk ezt elmosom. Ja. Teljesen jó. Oké. Okay. Megoldottuk végül is. Egy kész géniusz vagyok, azt kell, hogy mondanom amúgy. Nem véletlenül vagyok ennyire zseni amúgy mindenben. Kérdője. Mindegy. Ja. Szóval. Kimono. Van egy legyező a kezébe, ami... Nem tudom, fogalmam sincs amúgy milyen színű lesz, de biztos. Valamilyen színű biztos lesz. Ruha. Szó, van rajta egy ilyen köpeny-szerűség, ami kék lesz, köszönjük, oké. Okay. Lehet, hogy kék színű lesz szerintem a izéje, az a legyezője. Ilyen világos kékre megcsináljuk, I guess. Ja, amúgy fehér azt hiszem, ugye csak az igaz kiszínű, ezeket a nyílszerűségek kell kiszínű, amúgy, sőt azok nyilak amúgy szerintem, ha minden igaz, és hát úgy néznek ki legalábbis. Kajdne, nyilak végül is. Egérkurzor. Ja, az fehér végül is, az maradhat. Milyen szép körben van. Ez pont nem látszik. Me. Ja, amúgy jobb így amúgy a... streamek, meg amúgy csak nem tudom, sokkal egy effektív, amúgy amikor ilyen chill-es ez tényleg, hogy így valaki beszélgetni, meg hasonló, így, ja, ez tök jó. Hát nem mindig van emberrel. Jó, belül is végül is kék lehet, amúgy nem ezt akartam. Belül is végül is lehet itt kék színű. Jó. Már 8 óra. Még nem tudom amúgy, hogy mennyire, nem tudom.
Mondjuk, végül is amúgy nem fett annyira vészes ez a photoshopolós dolog, mert amúgy elnézem, hogy általában az embereknek amúgy tetszik, meg jó amúgy, szóval végül is, meg örülök alapvetően. Már nem tudom, itt tökre jól esik. Ja, kéne mondjuk egy ilyen kékkel esetleg megcsinálnám, az mennyire lenne... What? Ja, nem. Igen, így. Vagy legyen zöld, és akkor megy a hajához például, és akkor nem annyira belolvad, még így csak belolvad a környezetben, mert nem, ez világos kék, meg sötét kék, meg lesz még ilyen szürkés. Mindegy, végül is nem annyira vészes, szerintem. Szóval, ja.
Annyira nem értem, ez milyen rózsaszín, amúgy. Ja, nem ezt akartam. Amúgy, ja, ez kérdője. Ja, amúgy ez így jobb. Annyi, hogy ez most nem tudom, ez kell rá, nem kell rá, szerintem ez nem kell rá. Ja, ez így jó már viszont, ez már tűrhet. Amúgy könyörgöm, amúgy még nem ez kell nekem. Na, ja, jó lesz amúgy, ez már így jó, oké. Na, jó, akkor kell nekem olyan, hogy blush. Kell nekem fogni a szemem még akkor. És akkor elvileg kész vagyunk, ha minden igaz. Jó, szemben meg most igazából ebből megpróbáltuk összerakni valamit, bár I don't know. Jó, igen. Mert úgy itt... nem látszik sok minden. Ó, várjátok, 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 a fején, ahol meg kell csinálni azt a izét, majd ezt a Glória szuccot. Ne felejtsem el. Igen, ez így, na mindegy. Megpróbálok majd kihozni belőle, bár nem lesz túl egyszerű, az biztos.
valahogy így, még azt pont nem jó vonalat húztam, de mindegy, és nem kellett annyira nagyon lehúznom, mindegy, igen. Hát egy picikét ott eléggé, meh, így. Igen, és akkor annyi kéne, hogy át kéne váltani mondjuk, hát így. Kell, de felőre ilyen zöldes. Hoztok ide így egyet mondjuk, így. Maybe. Ja. És akkor nagyjából ennyi igazából. Amúgy nagyon durva, hogy mennyire volt ez a bőr, szinte jó isten, hogy egy tényleg nagyon életű amúgy, mert nem úgy, nem realisztikus, hanem mint anime stylus, hanem nagyon ilyen, tök jól átjön, amúgy átadja, nagyon jó, úristen. Ja, jó lett, haja amúgy az most akkor jó. Picit olyan, azért fura nekem a haja, mert amúgy itt ilyen, mint a sötétem lenne, de nem még benne biztos, hát kéne tenni egy picit izébe, nem? Egy ilyet, talán egy kis effektet, vagy ne. I don't know. Ah, az így működik? Mindegy. Mert ugye amikor tennék így rá, akkor... Vagy nem kell. Jó, ez így alap natúrba. Nem rossz végül is amúgy. Még meg van nyitva mondjuk az oldal még. Van szerintem amúgy egy kis sötét amúgy a végébe. Igen, meg pont nem... Nem, egyfajta lesz. Jó, oké, okay. Kész, GG. Ja, tök jó lett amúgy, szerintem, Zegzi. Jó, minden megvan. Ok, na, akkor mehet ez lementés, és akkor tök jó. Na, GG. Jó munkát végeztünk, azt kell, hogy mondjam. Na jó, megyek, és holnap photoshopolni fogunk. Az a kezdődik, nem tudom, este mi lesz, az photoshopot fogunk kezdeni. Csinálunk szerintem valami nagy projektet megint, mert még mindig van egy-kettő pár olyan kép, úgyhogy ezt meg tudjuk csinálni. De meg este meglátjuk, hogy mi lesz még, hogy ha esetleg lesz idő vagy hasonló, akkor esetleg csináltunk más, de amúgy... Ja, úgy az nem most egy photoshop-point fogunk, de meglátjuk majd. Na jó, úgyhogy én mentem, majd akkor holnap találkozunk, úgyhogy jó éjszakát, sziasztok!